Köszöntöm a Körzeti Televízió minden kedves nézőjét. Borubszky Petra vagyok, a mai adás műsorvezetője. Adásunk elején híreinket láthatják, benne az elmúlt hét eseményeit elevenítjük fel. Az Európai Unió Duna régió stratégiája, melyet 2011-ben fogadtak el 14 országban, Németország, Baden-Württemberg és Bajorország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária, Moldávia és Ukrajna, egy területi együttműködésről szóló stratégia, mely 4 pilléren nyugszik. A Duna régió összekapcsolása a többi régióval, környezetvédelem a Duna régióban, a jólét megteremtése a Duna régióban, a Duna régió megerősítése. Az érdeklődők a március 20-án Esztergomban megrendezésre kerülő információs kampány keretein belül nemzetközi és hazai szakértőktől kaphattak tájékoztatást. A rendezvényt Tétényi Éva, Esztergom város polgármestere nyitotta meg. Különleges ez az alkalom számunkra, nem csak azért, mert végre kisütött a nap, hanem azért, mert ennek a Duna projektnek ez az első olyan állomása, ahol bemutatkozik az a nagy európai Duna stratégia, amelyik majd a jövőnket jelentheti. A 2014-20-as programozási időszaknak ez az az átfogó nagy projektje, ami határok nélkül összekötheti az itt élőket. Miért fontos ez? Még egy-egy országban a saját programjainkat valósítjuk meg, és sokszor elfeledkezünk arról, hogy mi egy sokkal nagyobb közösségben élünk. Mondhatom azt, hogy mi itt a határ mentén, és külön köszöntöm a Fárkány polgármesterét és alpolgármesterét, hogy mindjárt megjelentek a rendezvényen. Tulajdonképpen együtt élünk a mindennapjainkban. És arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy éljünk bármelyik országban, a Duna jobb vagy bal partján, ez a folyó nem csak elválaszt, hanem össze is köt minket. És hogyha ütőképes és versenyképesek szeretnénk lenni, akár a régióban, Európában, a térségben, vagy akár a világban, csak úgy tudunk előre menni, ha sokkal nagyobb léptékben gondolkodunk. Annak nagyon örülök, hogy mi Esztergom polgármestere, én köszönhetem önöket elsőként, az asztalnál önöket egyenként, és a megjelenteket mind a három. Kívánom, hogy az elhangzott előadások, illetve a workshopokban a munka hasznos és sikeres legyen, és amennyire lehet, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy önök ezen a napon is jól érezzék magukat, és remélem, hogy sok új ismerettséget is kapcsolatot alakítanak majd. Jó tanácskozást kívánok! A rendezvényen jelen volt Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártjának gazdasági kabinetjének alelnöke, aki a Duna stratégia fontosságáról beszélt. Az Európai Unió Duna stratégiájáról zajlik ma
itt az Esztergomi Vármegyeházán szakmai konferencia. Németországi szakértők adnak elő arról, hogy milyen lehetőséget rejt magában majd az Európai Unió következő 7 éves 2014 és 2020 közötti költségvetési időszakában a Duna régió stratégiája. Elmondhatnám, hogy a következő 7 éves ciklusban a Közép-Európa térségét, Kárpát-medence térségét érintően ez lesz az olyan stratégiai célkitűzés, amelynek keretében és csak is ennek keretében valósulhatnak meg a térségünkben, itt a Duna mentén, a Duna vízgyűjtő rendszere 8 országában a nagyobb ívű, nagyobb költségvetésű beruházások. Nagyon fontos dologról van tehát szó, mert a következő időszakban a dunai kompok, a dunai hidak és egyéb más fontos beruházás, akár a környezetvédelem, akár a régiófejlesztés, akár a területfejlesztés és vállalkozásfejlesztés területén úgy valósulhatnak meg, ha beleilleszthetők lesznek a Duna régió stratégiájába. Március 21-én Budapesten tartották a Puskás Suzuki Kupa 2013-as sorsolását. Az U17-es ifjúsági labdarúgó tornát Felcsúton és Székesfehérváron rendezik meg. A Magyar Suzuki 2008 óta támogatja és segíti az esemény megrendezését. A sajtótájékoztatón a Suzuki vezérigazgatója köszöntő beszédében kiemelte, hogy a 6. alkalommal megrendezésre kerülő Puskás Suzuki kupán nyílt először lehetősége a magyar fiataloknak, hogy erős nemzetközi mezőnyben megmérettessék magukat. This is the 6th time that we are standing here to draw the match order of the teams who will participate Puskás Suzuki Cup 2013 Youth Football Tournament. 2013-ban immár 6. alkalommal találkozunk, hogy kisorsoljuk a Puskás Suzuki kupa ifjúsági labdarúgó torna csoport beosztását. When we established this cup together with Puskás Ferenc Football Academy in 2008, it was the first time that the young generation of Hungarian players could show off their talents and measure themselves in a strong international field. Amikor 2008-ban a Puskás Akadémiával együtt megalapítottuk ezt a kupát, a fiatal játékosoknak először nyílt lehetőségük, hogy erős nemzetközi mezőnyben tegyék próbára képességeiket. Alan Davidson, Ausztrália 79-es válogatott labdarúgója, örömét fejezte ki azért, hogy Európán kívüliként elsőnek ők képviselhetik hazájukat a kupa döntőn. Puskás rendkívül népszerű volt Ausztráliában, ahol ma is mindenki emlékszik rá. As Australians, we are very proud and honored to be invited to the Puskás Suzuki Cup here in Hungary in 2013. Being the first team outside of Europe to continue the great legacy of Ferenc Puskás. Mint ausztrálok nagyon boldogok vagyunk, hogy meghívást kaptunk a Puskás Suzuki Kupa 2013-ra az első Európán kívüli csapatként, és így ápolhatjuk közösen Puskás Ferenc örökségét. In Australia, Ferenc Puskás name has become a household name with his successful 2 years of football in the journey to Australia and Melbourne. Puskás Ferenc neve Ausztráliában is ismert, 2 nagyon sikeres évet töltött Ausztráliában és Melbourneben, mint a South Melbourne edzője. We are very humbled as an Australian team to be playing against giants like Real Madrid, Honved, Panathinaikos, the Puskás Academy and the Hagi Academy. Fantasztikusan nagy dolog számunkra, hogy játszhatunk ilyen futballóriás klubok ifjúsági csapataival, mint a felsorolt 5 együttes, amely részt vesz a Puskás Suzuki kupán. Nyilasi Tibor, egykori ezüstcipős válogatott, jelenleg az MLS sportigazgatója, beszédében az 1981-es magyar-román mérkőzést idézte fel. Engedjenek meg nagyon röviden, tiszteletlen, nem szeretnék lenni rövid élményt. A 1981-es hasonló nagy izgalommal várt mérkőzésünk volt ugye Románia ellen. Elővételbe elkeltek a jegyek, a pénztárak már ki se nyitottak. Sajnos most sem fognak kinyitni a pénztárak a mérkőzés előtt. Hát játszottunk két nagyszerű mérkőzést Románia ellen, itthon Fazekas Laci góljával nyertünk, majd idegenben, Bukarestben 70 ezer néző előtt egy 0-0-ás döntetlent értünk el, elhoztuk azt a nagy örömünkre azt az egy pontot, ami kellett a világbajnoki továbbjutáshoz. Mindenet, tehát ezek nekem nagyon nagy személyes élmények, de azt szeretném még elmondani, hogy bármennyire is nagy volt a tét, bármennyire is nyomás volt a csapatokon, én visszaemlékszem és vissza is néztem többször DVD-re azt a két mérkőzést. A két csapat nagyon profin hozta le azt a találkozót, hiszen rugdosódás, durváskodás, arrogancia nélkül jött le ez a két mérkőzés.
hát mi jöttünk ki jobban is. Hát nagy örömömre, én nagy tisztelettel üdvözlöm Georgia Hágyit. Szőlősi György, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kommunikációs vezetője, a mellette ülő román világklasszist mutatta be. Nyilván nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy a mi generációnk által látott futballisták közül az egyik legnagyobb ül itt mellettem, Gyorgya Hadzsi, aki már 18 évesen azt a Bukaresttel bajnokcsapatok Európa kupáját nyerő csapatban ott volt, és a Szuperkupa döntőn ő lőtte a győztes gólt, aztán hát többek között megfordult a Real Madridban és a Barcelonában is, de a Galatasarayjal UEFA kupát nyert, és ismét európai szuperkupát, így kezdődött és így végződött a pályafutása, a labdarúgó világbajnokságokról és Európa bajnokságokról most nem is beszél. George Hadzsi a kelet-nyugat-európai futballklubok viszonyáról és Puskás Öcsi bácsi spanyolországi kapcsolatáról beszélt. História spune că echipele mari vestului europei s-au alimentat cu jucători buni din est. A történelem azt mondja, hogy Nyugat-Európa nagy csapatai a kelet-európai tehetségektől töltik fel a soraikat. Este exemplu domnului Puskás, doamna Puskás, care a făcut istorie la Madrid. A Puskás példa is ezt bizonyítja, hiszen ő történelmet csinált Madridnál. Iar eu am călcat pe urmele lui. Én az ő nyomdokaival léptem ugyanott. Eram tot un stângaci. Szintén ballábas vagyok. Am marcat cam aproape aceleași goluri. Nagyjából ugyanazokat a ugyanolyan mennyiségű gólt rúgtam. Împreună am lăsat lucruri foarte frumoase la Madrid, la casa ce înseamnă Madrid. És együtt olyan emléket hagytunk abban a házban, amit Madrid háznak hívnak, vagy a madridi szurkolókban, amely méltó. Eram fost onorat să fiu comparat cu Puskás, când am dat primul gol la Madrid. Deci primul meci care l-am jucat, am marcat un gol și imediat presa din Spania m-a comparat că Puskás s-a întors. És az a nagy megtiszteltetést ért, hogy amikor az első mérkőzésemet játszottam Madridban, akkor én is szereztem egy gólt, és a spanyol sajtó azonnal Puskással hasonlított össze, és azt írták a lapok szalag címében, hogy Puskás visszatért. Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Labdarúgó Akadémia alapítója, a magyarok gondolatát idézte, miszerint minden ország olyanná válik, amilyen a fiatalsága. Szeretném neki elmondani, hogy mi magyarok azt gondoljuk, hogy minden ország olyanná válik, amilyen a fiatalsága. Ezt bele is írtuk az alkotmányba egyébként. És a fiatalok csak akkor lesznek nagy dolgokra képesek, hogyha a saját önérdekeiken túlmutató nagy célokat is ki tudnak maguk elé tűzni, és azoknak akarnak megfelelni. Mindig egy saját magukon kívül és náluk magasabb mércének akarnak megfelelni. A sport egy olyan terület, amely ezt a lehetőséget megadja a fiataloknak, hogy szinte a csillagos égnél határos célokat tűzhessenek ki maguk elé, és ha elég bátrak, tehetségesek és kitartók, akkor meg is tudják azokat valósítani. Az öreg fiúk sorsolás érdekes pillanat volt, ugyanis Sisasi Takeuchi, a Magyar Suzuki vezérigazgatója a saját csapatát húzta ki az újságírók elleni mérkőzésre. Második golyót vezérigazgató, hogy kivel játszanak az újságírók 10 órakor. Látszik, hogy rutinos sorsolóról van szó. Magyar Suzuki. Ilyenkor is a marketingre gondol. Kádár Katalin képzőművész kiállítása nyílt meg Esztergomban a Duna Múzeum kiállítótermében. A Vízgyűjtő című tárlatot Decsényi János zeneszerző, Bartók Pásztori díjas érdemes és kiváló művész nyitotta meg. Mert én zeneszerző vagyok, nem képzőművész. Hát ennek három oka van. Az egyik, úgy is mondhatnám, hogy privát ismeretség, ami engem a családhoz fűz. Nem részletezem, nem titok, de hát nem ennek a kiállításnak a tárgya. A második a vonzódásom a képzőművészethez. Ugyanis, mint zeneszerző, az első nagyobb kompozíció, amivel mondjuk így a társadalmi életbe, a művészeti életbe beléptem, annak az volt a címe, hogy Öt csontvári kép.
Kertem Nárciszokkal végigültetét címmel, az Esztergomi Kaleidoszkóp Ház szervezésével a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának rondellájában nyílt kiállítás. A kiállítást megnyitotta Karafiát Orsolya, költő, fordító, publicista. Ha egocentrikus az az ember, aki minden reggel rögtön a kávé után megnézi magát a Google keresőben, szigorúan az utolsó 24 órát, hiszen nincsen nap, ami kimaradna, akkor én egocentrikus vagyok. Mégis kicsit elcsodálkoztam azon, amikor felkértek arra, hogy megnyissam ezt a kiállítást, a telefonban pedig nyomatékosan hangsúlyozták, hogy azért gondoltak rám, mert olyas valakit kerestek, akinek túltenk az egója. Én ilyen lennék? Tettem fel magamnak a mélyrevezető kérdést. Tényleges sugalnám? Valahogy mindig fura ez nekem, mert, és szigorúan csak magamból kiindulva, mert honnan máshonnan startolhatnék, hajlanik arra a feltételezésre, hogy mindenki ilyen. Hogy mindenkinek önmaga az első, önmaga a viszonyítási pont, az origó. Én érzek, bennem alakulnak ki a dolgok, nem tudok túllépni ezen az egyes szám elsőn. És szerintem nem mond igazat, aki azt állítja képes erre. Esztergomban a Szent György mezői olvasókör vendége volt Pap Anikó szerzetes nővér, aki a kárpátaljai misszióról tartott előadást. Kárpátalján töltöttem 1992-től 2003-ig 11 évet, és erről az időről kaptam meghívást, hogy egy kicsit előadjak, beszámoljak, fölidézzük a dolgokat. Sikerült egy pár képet is, és akkor annak alapján haladnánk. Nem lett kimérve az idő, úgyhogy majd igyekszem azért nem túlságosan hosszú lenni, mert erről, mikor mondták, hogy hát egy órányit, hát erről tulajdonképpen heteket tudnék mesélni, mert olyan időszak volt. Életemnek az egyik olyan időszaka, amikor leginkább azt éreztem, hogy most itt a helyemen vagyok. A Nők Hava rendezvénysorozat záró eseményén közreműködött Vilmos Éva és Durzák Anna. Látják a napsugarát, amelyel a piros hajnal köszönti Szűz Máriát. Minden ember így köszöntsön, ha dicsértessék Jézus Krisztus, adjon Isten jó reggelt. Minden ember így köszöntsön, ha föl kell. Dicsértessék Jézus Krisztus, adjon Isten jó reggelt! Szent Gáli Kata, örvendező Zsoltár. Mély boldog az, ki benne él a mában, ebben a sokarcú, fejlődő világban, mint bárki más, de nem belőle él. Boldog, ki mindent magáénak érez, és úgy járul hozzá a közös egészhez, mint falombjához az élő levél. Boldog, ki alkot, és csak jót akar. Játszik az élet sok javaival, játszik örömmel. Ám szíve pihen az áldott Úrnál, békességesen. Boldog, ki mély és tiszta, mint a tó, és úgy, ahogyan abban látható a boltozott menny rezgő csillaga, vagy a badacsony fésült oldala, a jegenyék, a borzolt nád sűrű, mi rajta ing, de nem merül bele. Így ő az élet változásait, a rebbenő kis perceket, mik az ébekben vannak, s a mélybe hull, nem hagyja mélyrehatni. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, a Magyar Nemzeti Levéltár, Komárom-Esztergom megyei levéltára és a Magyar-Lengyel Baráti Társaság a Magyar-Lengyel Barátság napja 2013 alkalmából rendezett konferenciát a levéltár Palkovics termében. Köszöntőt a házigazda Csombor Erzsébet főlevéltáros, az intézmény igazgatója tartott.
A megyei levéltár Palkovics termében a mai ünnepségünkön, amelyet a Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából szerveztünk. A Magyar-Lengyel Barátság Napját 2007-ben törvénybe foglalta a Lengyel Szejm és a Magyar Országgyűlés is. Azóta a megyei levéltár az esztergomi nemzetiségi, lengyel nemzetiségi önkormányzat és a Magyar-Lengyel Baráti Társaság megünnepli ezt a napot általában konferenciákkal. De van, amikor verseket mutatunk be, vagy megemlékezünk a közös irodalmi kapcsolatokról. Engedjék meg, hogy a mostani konferencia vendégeit bemutassam. Herman Róbert történész, a Hadtörténeti Intézetnek a parancsnok helyettese, és Kovács István történésznek írtuk a meghívóban is, de úgy is bemutathatnánk, hogy költő, esszéista és diplomata, a krakói főkonzul, illetve 2000-től a 2000-es évek környékén a Varsói Magyar Nagykövetség attaséjaként is dolgozott. Herman Róbert történész a Batthyány kormány lengyel politikájáról tartotta meg előadását. 1952-ben, amikor Kossuth Lajos 150 éves lett volna, a Magyar Történettudománynak volt egy nagyszabású vállalkozása, egy kétkötetes emlékkönyvet, tanulmánykötetet akartak kiadni Kossuth születésének a 150. évfordulójára, amelyben hát ugye a legkülönbözőbb tematikák, Kossuth a reformkorban, Kossuth 48-ban, abból jó sok, mert ugye az volt a legjelentősebb tevékenysége, Kossuth az emigrációban, stb. Került volna bele, és többek között a Kossuth külpolitikájáról írt volna tanulmányt az igen kiváló, egyébként középkoros történész Hajnal István. Igen, ám, de a tanulmány nem egészen olyan lett, mint amilyenre számítottak. Tudni illik, kiderült belőle, hogy Kossuthnak is volt ugyan külpolitikája, de alapvetően 1848 tavaszától kezdve a Batthyány kormány esetében egy közös külpolitikáról beszélhetünk, ahol legalább olyan meghatározó szerepe volt Batthyány Lajos miniszterelnöknek, vagy Szemere Bertalannak, mint mondjuk magának Kossuthnak. Sőt, Kossuth időnként egy kicsit a kormánnyal szemben külpolitizált, ugye akkoriban ez még Magyarországon időnként megeshetett. Kovács István történész BEM erdélyi működésének jelentőségét méltatta. 1831 után, tehát Lengyelország, a Lengyel Királyság felszámolása után a lengyel kérdés, a lengyelek iránti rokonszenv az teljesen beleívódott a magyar társadalomba, nem csak a politikai elit képviselőibe, hanem az Isten háta mögötti helyek tanítóiba és papjaiba is. Ebben az időben lett fogalom a mi lengyelünk. Számos lengyel menekült került Magyarországra, főleg az északi vármegyékbe, ahol ugye divat volt egy-egy lengyel menekültet egy-egy nemesi udvarházba hónapokon, éveken át vendégül látni. Természetesen minden lengyel menekült gróf volt, és legalább őrnagy a lengyel szabadságharc idején. De az rajtuk kívül is több ezren kerültek Magyarországra, és méghozzá azoknak a hadosztályoknak, dandároknak, hadtesteknek a tagjai, amelyek átszorultak Galícia területére, itt lefegyverezték őket 1831 májusában a Dvernyicki hadtestet. Ezt Nagy Egyet környékén helyezték el, Erdély különféle területein. Ismertem egy kitűnő magyar költőt, nemrégiben halt meg, Pál Lajos, ő mesélte el nekem, hogy a házukban a vendégváró terítéknek a kanalát azt lengyelkének hívták. Tehát ez is jelezte, hogy a Székelyföldön is megjelentek a lengyel menekültek, és élvezték a ottaniak vendégszeretét itt az 1830-as években. A Csemadok Párkányi Alapszervezete és a Csemadok Érsekújvári területi választmánya rendezésében került sor a 18. Balassi Bálint kulturális napokra, ahol március 22-én a Csemadok házban mutatták be Tarics Péter Köszönöm a beszélgetés című interjú kötetét. Ugye Hacz Józsefet nem kell bemutatnom. Nem csak mint a Rákóczi Szövetség elnöke, hanem mint egy olyan most már 80 éves idős ember, aki hozzáadta 10-20 ezer forintokat a beiratkozóknak, zsebbe hozzáadta az apró pénz, az ajándékokat azoknak a gyerekeknek, azoknak a szülőknek, akik magyar iskolában vagy magyar óvodában iratják be a gyerekeiket. És itt beszélünk egy olyan eredményről, hogy Szlovákia legszegényebb területén, Kelet-Szlovákia, a Nagykapos környékén
sikerült nem megállítani, de csökkenteni az asszimilációs arányt a Rákóczi Szövetségnek és Hasz Józsefnek köszönhetően a tekintetben, hogy mégiscsak ezt a mézes macagot sikerült elhúzni a szülők előtt, hogyha magyar iskolába iratod a gyereket, akkor kapsz egy 10 000 forintos ajándékot plusz könyvajándékot. Tehát ő még bemegy a szlovák nyelvű óvodákba is, és megszólítja a magyar szülőket, mert pontosan tudjuk ugye mindenféle irónia és cinizmus nélkül, hogy itt a Szlovákia déli részén a szlovák óvodák 90%-ában magyar szülők gyerekei látják a gyerekeket. Na most ők megszólítja őket, és megpróbálja meggyőzni őket, hogy igenis magyar iskolába adják az első elővel a gyereket. Élsportolók diplomáját támogatja a kormány. A kormány döntése értelmében az új ösztöndíjrendszer a kimagasló eredményeket elérő versenyzők hazai továbbtanulását, élsportolóink itthon maradását támogatja. A 2013-2014-es tanévtől közel 500 élsportoló első diplomájának megszerzéséhez fél évente nettó 1 250 000 forintos ösztöndíjjal járul hozzá a magyar kormány. Az ösztöndíjat a kimagasló sporteredményekkel büszkélkedő hallgatók igényelhetik, legfeljebb 35. életévük betöltéséig. Az újfajta hallgatói támogatás elnyerésének feltétele, hogy a pályázó teljesítse a felsőoktatási képzőintézmény által előírt tanulmányi eredményeket és a Magyar Olimpiai Bizottság által meghatározott sportolói kötelezettségeket. Visegrád és Dömös látvány térképe után készülőben van Esztergom 3D-s térképe is. Bővebb információt Dani Szabó Esztertől tudhattunk meg az IPOSZ esztergomi székházában megrendezett bemutatón. Köszöntünk mindenkit a DEI látvány térképek bemutatóján. Először is hagyj mutatkozzam be, én Dani Szabó Eszter vagyok, férjem Dani Zsolt. A szellemi szabad foglalkozású iparművész vagyok, és egyedi készítésű látványtérképeket készítünk. Visegrád látványtérképét készítettük el megrendelésre, itt a Visegrád és környéke turisztikai és marketing egyesület készítette el velünk. A megrendelő igényét kellett érvényesíteni a festményen, ugyanis itt nem csak a domborzatot, a várost, hanem a TDM tagokat is meg kellett jeleníteni, az összes látnivalóval. A domborzaton ugye a túraútvonalak, erdészetnek sok munkája van a területen. Ez a rövid kis bemutató most azért jött létre, hogy bemutathassuk a munkásságunkat az esztergomiaknak is, és jó hírrel szolgáljunk, hogy Esztergom város térképe is készül. Grafikailag körülbelül 90%-os, és szeretnénk, hogyha a tavasszal, nyár elején ez ki lehetne adni, elkészülnénk, és termékként ki tudnánk adni. A műsorismertetés után az idei Puskás Suzuki Kupa sajtótájékoztatójáról láthatnak összeállítást. Ezután egy előadás következik az áldozattá válás megelőzéséről. Mai műsorainkhoz kellemes szórakozást kívánok! Jajjajjajjaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislány szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja, hegyes hegedül. Jajjajjajjaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány meg a fa, aki minket összead, csak azt tudja, egyes egyedül. Egy asszonynak urizálok, de urizálok, de urizálok. A csúnyákra fittyet hányok, de fittyet hányok, de fittyet hányok. Jajjajjajjaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja, hegyes egyedül. Jajjajjajjaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja, hegyes egyedül. Thank you.
Jaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja egyes egyedül. Jaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány meg a pap, aki minket összead, csak azt tudja egyes egyedül. Isti babám az ajtó, csendesen mér meghallják a szomszédok. Nyisd ki babám az ajtó, csendesen mér meghallják a szomszédok. Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek. Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek. Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek. Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek. Eladó a mennyasszony még 500-ért, az se baj, ha kifizetett dupláért, de az, aki a legvégére marad, nem úszta meg soha 10 rongy alatt. Eladó a mennyasszony még 500-ért, a következő elviheti dollárért, de az, aki a legvégére marad, nem úszta meg soha 10 rongy alatt. Eztetek is, ittatok is már eleget, a mennyasszony tánc előtt senki úgy sem mehet. Az asztaltól lehet lassan felállni, még mindenkinek olcsón lehet beszállni. Eladó a mennyasszony még 500-ért, az se baj, ha kifizetett dupláért, de az, aki a legvégére marad, nem úszta meg soha 10 rongy alatt. Eladó a mennyasszony még 500-ért, a következő elviheti dollárért, de az, aki a legvégére marad, nem úszta meg soha 10 rongy alatt, de az, aki a legvégére marad, nem úszta meg soha 10 rongy alatt. A Magyar Suzuki ZRT támogatásának köszönhetően idén immár 6-szor rendezik meg a Puskás Suzuki Kupa U17-es ifjúsági labdarúgó tornát. Az elkövetkezendő néhány percben a Puskás Suzuki sajtótájékoztatón rögzített képeinket sugározzuk. Tisztelettel köszöntök mindenkit a Magyar Suzuki ZRT nevében, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia és a Magyar Suzuki ZRT sajtótájékoztatóján. Külön tisztelettel köszönteném Orbán Viktor miniszterelnök urat, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítóját. Tapsot kérek szépen minden felkonferáltnak. Hiszasi Takeuchi vezérigazgató urat, a Magyar Suzuki ZRT képviseltében. Gyorgy Hadzsit, a Hadzsi Akadémia tulajdonosát 125-szörös román válogatottát, Nyilasi Tibor urat, 70-szeres magyar válogatottat, Ellen Davidson urat, 79-szeres ausztrál válogatott labdarúgót, a Melbourne Football Institute edzőjét. Továbbá nagyon sok szeretettel köszöntöm Puskás Bözsi nénit, aki ismét idén is megtisztelt bennünket a jelenlétével. Immár 6 éve. És köszönteném továbbá nagy tisztelettel a torna idei védnökét, Simicskó István, Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Sportért és Ifjúságért felelős államtitkárát. És ahogyan ezt az elmúlt években már megszokták, a sajtótájékoztató közös, ezért Szőlősi György, Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia képviseletében, tehát vele együtt közösen vezetjük a tájékoztatót. Gyuri? Köszönöm szépen, Gloria.
Engedjék meg, hogy még köszöntsem az itt jelenlévő klubvezetőket, közülük is George F. Hemingway urat, a Budapest Honvéd tulajdonosát. Igen, tessék előre jönni legyen. A további ausztrál vendégeinket, Robert Belteki urat, Belteki Robertet és Harry Stamulist, a Melbourne Victory tulajdonosait. Engedjék meg, hogy köszöntsem Jakab Jánost, a Puskás Akadémia Felügyelőbizottságának elnökét. És bizonyára sokan látták, amint bejöttek, bár nem nagyon lehet látni, mert olyan sokan vagyunk, hál' Istennek, hogy a Puskás Akadémia már 5 éves történetéről egy kis kiállítást rendeztünk itt be. Ami azt jelenti, hogy ha a 6. torna ez, akkor 5 évesek vagyunk, és egy rövid filmben ezt az 5 évet összefoglaltuk. Ezt ajánlom a figyelmünkbe. We will
Megkérném Hiszasi Takeuchi vezérigazgató urat a Magyar Suzuki-tól, hogy mondjon néhány szót. Dear Prime Minister, ladies and gentlemen, and dear guests, jó napot kívánok mindenkinek, and köszöntöm önöket a Magyar Suzuki nevében. Tisztelt miniszterelnök úr, hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, a többit értették. This is the sixth time that we are standing here to draw the match order of the teams who will participate in Puskás Suzuki Cup 2013 Youth Football Tournament. 2013-ban immár hatodik alkalommal találkozunk, hogy kisorsoljuk a Puskás Suzuki Kupa ifjúsági labdarúgó torna csoport beosztását. When we established this cup together with the Puskás Ferenc Football Academy in 2008, it was the first time that the young generation of Hungarian players could show off their talents and measure themselves in a strong international field. Amikor 2008-ban a Puskás Akadémiával együtt megalapítottuk ezt a kupát, a fiatal játékosoknak először nyílt lehetőségük, hogy erős nemzetközi mezőnyben tegyék próbára képességeiket. Following the first timid steps when playing, for example, against Real Madrid, the Hungarian teams got braver and their strong spirit of winning overcame the small difficulties at the beginning. Ha kezdetben esetleg megilletődve léptek is pályára fiataljaink, például a Real Madrid ellen, idővel megjött a bátorságuk, és győzni akarásukkal úrrá lettek az első idők nehézségein. It is not enough to play excellently. One must believe in himself in order to make winning happen at the end. Nem elég jó játszani. A végső győzelemhez szükség van az önmagunkba vetett hitre is. Honvéd youth team have proved this by winning the tournament in the last 3 years in a row. With this, they gained the opportunity to take the original cup home with them. Ezt fényesen bizonyították a Budapest Honvéd fiatal játékosai, akik egymás után háromszor hódították el a kupát, amelyet így haza is vihetnek örökbe. For those who closely follow the matches of the cup, it may seem that Honvéd is invincible and no team can beat them. Yet this year will bring another opportunity for all of the attending teams to show their best. Azok számára, akik évről évre közelről követik a torna mérkőzéseit, a Honvéd talán verhetetlennek tűnhet. Az újabb esztendő azonban újabb lehetőséget jelent a bizonyításra. Among this year's invitees, there is a team coming from overseas, Australia, to play in the cup. Az idei indulók között egy távoli földrész, Ausztrália képviselőit is megtaláljuk. The Hungary is my current residence and home, but before filling this position at Magyar Suzuki, I was in charge of the Australian market of Suzuki as country manager, spending about 6 years there. So this is a very, very special occasion for me to see an Australian team compete in the games for the first time. Talán tudják, jelenlegi lakóhelyem és otthonom az önök országa, Magyarország. A Magyar Suzuki előtt azonban 6 éven keresztül voltam a Suzuki Ausztrália értékesítésének a felelőse, így meleg érzések fognak el, amikor egy ausztrál újonc csapatot látok a torna mezőnyében. So a very warm welcome to Mr. Alan Davidson, former 79 times Australian national team football player who represents the team from Melbourne. Mr. Davidson has other ties bonding us as he has Japanese ancestry too. Still,
I need to be fair and cheer for the best team in the cup. Tisztelettel köszöntöm tehát a Melbourne-i csapatot irányító Alan Davidson urat, a 79-es ausztrál válogatott futballistát. Davidson ura a más dolog is összeköt bennünket, hiszen részben japán felmenőkkel rendelkezik. Természetesen elfogulatlanságomat megőrizve annak a csapatnak fogok szurkolni, amelyik a legjobb teljesítményt nyújtja a mezőnyben. This year's finals will be played in Székesfehérvár Stadium on Easter Monday, as usual, where I encourage you all to attend, or if you cannot, follow the final matches aired on sports TV's channels. Idén a döntő mérkőzéseket a Székesfehérvári stadionban tartjuk szokás szerint húsvét hétfőjén. Legyenek ott, vagy kövessék a Puskás Suzuki Kupa küzdelmeit a Sport TV közvetítésében. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Hiszasi Takeuchi úrnak. Még engedjék meg, hogy a korábbi köszöntéseket megtoldva köszöntsem Gács Pál urat, a Budapest Honvéd igazgatóját, aki szintén itt van, illetve Romániából Jaskó Zoltán urat, aki a szakmai igazgatója a Hagyi Akadémiának. Említette Takeuchi úr, hogy a Honvéd mint háromszoros győztes, úgy mint a világbajnoki trófeát elviheti, az eredeti Puskás Suzuki kupát, azt, amit az a bizonyos eredeti kupa, a Puskás Akadémiájé, mert a Suzuki az ott van kiállítva, azt fogja megkapni Hemingway-ül, de Mészáros Lőrinc úr, akinek ezt a szabályt köszönhetjük, hogy a háromszoros győztes megkapja a trófeát, ő ragaszkodott az, hogy személyesen adja át Hemingway úrnak, de mivel ő ma a halaszthatatlan tendője miatt nem tud itt lenni, mármint Mészáros Lőrinc, ezért a nyitó vacsorán fogja ezt megtenni. Ezt kellett még elmondanom, és akkor, ha már említette Alan Davidsont, a Melbourne Football Institute edzőjét Takeuchi úrnak is, én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm őt itt a főasztalnál, és arra kérem, hogy mondjon néhány szót, miután ők már három napja megérkeztek Magyarországra, már edzőmeccset is játszottak, és hát gőzerővel készülnek a Puskás Suzuki kupára. Alan, parancsol. I would like to sincerely thank the founder, Prime Minister of Hungary, Viktor Orban, the CEO, Higashi Takeuchi, and Mrs. Ferenc Puskas for the support and contribution for the Puskas Suzuki Cup. It allows the new generation and the future generation to develop and move forward in this great game. Igen, megpróbálom tolmácsolni a szavait, hogyha elakadnék, akkor miniszterelnök úr biztos a segítségem, mert ezt jobb angolos. Tehát nagyon szépen köszöni Orbán. Nagyon szépen köszöni Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, Puskás Ferencnének, Magyar Suzuki ZRT-nek és Takeuchi vezérigazgatónak azt, hogy létrehozták, támogatják, működtetik a Puskás Suzuki kupát, amely lehetőséget ad az új generációnak a fejlődésre és arra, hogy megmutassák a tudásukat. As Australians, we are very proud and honoured to be invited to the Puskas Suzuki Cup here in Hungary in 2013, being the first team outside of Europe to continue the great legacy of Ferenc Puskas. Mint ausztrálok, nagyon boldogok vagyunk, hogy meghívást kaptunk a Puskas Suzuki Kupa 2013-ra, az első Európán kívüli csapatként, és így ápolhatjuk közösen Puskás Ferenc örökségét. In Australia, Ferenc Puskas' name has become a household name with his successful 2 years of football in the journey to Australia and Melbourne. And Puskás Ferenc neve Ausztráliában is ismert, két nagyon sikeres évet töltött Ausztráliában és Melbourneben, mint a South Melbourne edzője. We are very humbled as an Australian team to be playing against giants like Real Madrid, Honvéd, Panathinaikos, the Puskas Academy and the Hagyi Academy. Fantasztikusan nagy dolog számunkra, hogy játszhatunk ilyen futballóriás klubok ifjúsági csapataival, mint a felsorolt öt együttes, amely részt vesz a Puskás Suzuki kupán. Since arriving into Hungary, we are all have been very surprised and impressed with the beauty and the character of Budapest. Amióta megérkeztünk Magyarországra, nagyon nagy hatással volt ránk Budapest karaktere, a meleg vendégszeretet és Budapest szépsége. And in our short time
the warmth and hospitality of the Hungarian people has been a very great pleasure, and again we are very grateful to be here. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és ez alatt a rövid idő alatt már megtapasztaltuk a magyar emberek vendégszeretetét. It's a great opportunity because it's quite rare for Australian youth teams to travel so far to Europe to play in such an elite tournament. Egy ausztrál csapat számára nagyon ritka, hogy el tud jutni egy európai tornára, egy ilyen elit tornára. But as Australians, we are a very proud sporting race. We have big hearts, and I can promise you we will give everything to be a successful team in the Puskás Cup, Suzuki Cup. Mint ausztrál ígérhetem, hogy nekünk nagyon nagy szívünk van, és meg fogunk szakadni a pályán, mindent megteszünk, hogy nagyon sikeresek legyünk a Puskás Suzuki Kupán. And I'd like to thank everyone for the involvement of the Suzuki, of the Ferenc Puskás Suzuki Cup, and we are pleased to be here. Igen, nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt lehetnek, és mindenkinek, akinek azt köszönhetik, hogy részt vehetnek a Puskás Suzuki Kupán. Thank you, Ellen. A jó néhány nagyszerű és nagyon nagy nevű futballista van itt velünk, a 79-szeres válogatott után a 70-szeres magyar válogatottnak kell átadnom a szót. Nyilasi Tibor úgyis itt van, mint aki sikeres meccset vívott a román válogatott ellen, hiszen tudjuk, mindenki már a holnapi válogatott meccsre is gondol. Úgyis itt van, mint a Sport TV szakértője, a Sport TV most már 5. éve megbízható partnere a Puskás Suzuki Kupának, most is Székesfehérvárról a bronzmérkőzést, a döntőt és az azt követő díjátadást élőben közvetíti majd a Sporttelevízió. Ma kaptam Rizskó Gézától a hírt, akit szintén szeretettel köszöntök, a közmédia sport főszerkesztőjét, hogy a Duna World csatorna, ami az egész világon fogható, este 7:30-tól megismétli a Sport TV adását, tehát a bronzmeccs, a döntő és a díjátadó látható lesz az egész világon, még Ausztráliában is. És Nyilasi Tibort olyan minőségében is köszöntjük itt, mint a Magyar Labdarúgó Szövetség sportigazgatóját, hiszen ezt nyilván el fogja majd mondani. Az ifjúsági csapatok, különösen is az U17-es korosztálynak ez egy nagy hét, valóban egy nagy hét. A nagy hét, hiszen elit körben Európa-bajnoki selejtezőt játszanak az U17-esek, miközben a legjobb klubok meg egy ilyen tornán vesznek részt. Tibi, tiéd a szó. Köszönöm szépen, kedves Erzsébet asszony, tisztelt miniszterelnök úr, vezérigazgató úr, tisztelt államtitkár úr, kedves vendégek. Nagyon örülök és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek ezen a sajtótájékoztatón, mind az MLS és mind a Sport TV képviseletében. Hát valóban a Puskás Suzuki Kupa ugye jövő héten kezdődik, ezt megelőzően lesz egy kis feladat a magyar futballnak, hiszen Románia ellen pályára lépünk holnap, és engedjenek meg nagyon röviden, tiszteletlen, nem szeretnék lenni egy rövid élményt. A 1981-es hasonló nagy izgalommal várt mérkőzésünk volt ugye Románia ellen. Elővételbe elkeltek a jegyek, a pénztárak már ki se nyitottak, sajnos most sem fognak kinyitni a pénztárak a mérkőzés előtt. Hát játszottunk két nagyszerű mérkőzést Románia ellen, itthon Fazekas Laci góljával nyertünk, majd idegenben, Bukarestben 70 000 néző előtt egy 0-0-ás döntetlent értünk el, elhoztuk azt a nagy örömünkre azt az egy pontot, ami kellett a világbajnoki továbbjutáshoz. Mindenet, tehát ezek nekem nagyon nagy személyes élmények, de azt szeretném még elmondani, hogy bármennyire is nagy volt a tét, bármennyire is nyomás volt a csapatokon, én visszaemlékszem és vissza is néztem többször DVD-re azt a két mérkőzést. A két csapat nagyon profin hozta le azt a találkozót, hiszen rugdosódás, durváskodás, arrogancia nélkül jött le ez a két mérkőzés. Hát mi jöttünk ki jobban is. Hát nagy örömömre, nagy tisztelettel üdvözlöm Giorgio Hagyit, aki nyilván, akit nem kell bemutatni. Szerencsére holnap ő nem játszik, így az esélyünk növekednek. Úgyhogy hát nagyon bízom a válogatottba, és nagyon szeretném, ha nyernünk. Természetesen a válogatottnak kedden folytatódik a megmérettetés, és ezzel párhuzamosan jönnek az utánpótlás csapataink megmérettetése, hiszen az U17-es válogatott párhuzamosan a Puskás Suzuki Kupával elkezdi a menetelését a Európa-bajnoki döntőbe jutásért, és hát nagy izgalommal várjuk a két csütörtöki vasárnapi mérkőzéseket, amelyen Finnország, Svédország és Fehér Oroszország ellen kellene teljesíteni. Úgyhogy nem lehetetlen, remélem, hogy sikerülni fog, és azért bejutni az EB döntőbe azért nagy teljesítmény lenne.
Ahogy említettem, párhuzamosan zajlik a két ifjúsági torna, kicsit szerencsétlen volt a helyzet, de elmondhatom, hogy a Hadzsi Akadémia tavaly hasonló cipőben járt, hiszen őnekik is a játékosokat a válogatotthoz oda kellett adni, és jó pár játékosuk hiányzott a Puskás Suzuki tornáról. Úgyhogy szerintem a klubok ezt fogják tudni pótolni, és fiatal tehetséget tudják a válogatott játékosokat helyettesíteni. Én nagyon várom ezt a két tornát, természetesen időrendi sorrendben az U17-es válogatott kezdés, a Puskás Suzuki torna pedig hétfőn, húsvét hétfőn fog ugye a döntőkkel befejeződni. Én azt kívánom a gyerekeknek, hogy éljék át ennek a két tornának az örömét, a szépségét, a televízió nyilvánosság előtt megmutathatják magukat, és biztos vagyok benne, jó pár fiatal srácra fogunk találkozni, nem csak a hazai csapatokból, hanem a vendégcsapatokból is 3-4-5 év múlva, mondjuk a nagy válogatott kereteink belül. Úgyhogy én ehhez kívánok a fiataloknak minden jót, és csábítok mindenkit, hogy akár Felcsútra, akár Telkibe, ahol a mérkőzések lesznek, nagy szeretettel várunk mindenkit, jöjjenek, amennyiben nem álltak a tévéképernyőjön. Én köszönöm a megtisztelő figyelmet és elnézést, ha udvariatlan voltam. Köszönjük szépen! És az elején már ugye láthatunk egy filmet a Puskás Suzuki Kupa elmúlt 5 évéről, most következzen egy meglepetés film, ez pedig Gyorgy Hadzsi legszebb felvételeit mutatja be, ezt még senki nem látta, hiszen nagyon-nagyon friss titokban készült.
Ez a csodás pályafutás megérdemel egy nagy tapsot. Hát nyilván nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy a mi generációnk által látott futballisták közül az egyik legnagyobb ül itt mellettem, György Hadzsi, aki már 18 évesen azt a Bukaresttel bajnokcsapatok Európa kupáját nyerő csapatban ott volt, és a Szuperkupa döntőn ő lőtte a győztes gólt, aztán hát többek között megfordult a Real Madridban és a Barcelonában is, de a Galatasaray-jal UEFA kupát nyert, és ismét európai szuperkupát, így kezdődött és így végződött a pályafutása, a labdarúgó világbajnokságokról és Európa bajnokságokról most nem is beszélve. Hát nagy öröm, hogy harmadik évben, hogy miután már harmadszor van itt a Hadzsi Akadémia, most személyesen is megtisztelte jelenlétével a sorsolást. És én át is adom neki a szót, egyben jelzem, hogy Lukács Csaba kollégám fordítja a Hadzsi úr által elmondottakat. Domnule prim-ministru, miniszterelnök úr, doamna Puskás, Puskás Ferencnő, tisztelt közjárist, kedves újságíró, doamnelor și domnilor, minden în numele Academiei Gheorghe Hagi aș vrea să mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați făcut-o să particip la un turneu internațional în care Academia Gheorghe Hagi are plăcerea și de a juca fotbal și să vină să demonstreze cât de bun suntem. A George Hagi Akadémia nevében köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülünk, hogy most már harmadik éve részt vehetünk ezen a turnán. Turnén is bemutathatjuk azt, hogy mi mit tudunk és hogyan játszunk. Aș vrea să vă spun două cuvinte despre tot ce fac eu de când m-am lăsat de fotbal. Két szót szeretnék arról beszélni, hogy mit csinálok, amióta abba hagytam a focit. Probabil de fotbal știți ce am făcut, cred că am făcut destul de bine. Azt valószínűleg tudják, hogy focistaként mit csináltam, és úgy gondolom, hogy nem csináltam rosszul. Am investit într-o academie unde avem 300 de copii. Egy olyan akadémiába fektettem, ahol 300 diákunk van. În 2009-ben indult. Unde 4 ani de zile cred că am ajuns să fim unii dintre cei mai buni din România. 4 év alatt Románia legjobb ifjúsági intézménye lettünk. Am construit o infrastructură cu 8 terenuri de fotbal. Egy 8 pályás infrastruktúrát hoztunk létre. 300 de copii. 300 și după 4 ani am ajuns să avem 30 de jucători la echipa națională. Négy év után ott tartunk, hogy 30 játékosunk van a nemzeti válogatottban. Cred că secretul nostru din partea de est a Europei. Azt gondolom, hogy a mi titkunk Kelet-Európában az, és să investim în tineri, în copii, hogy fiatalokba és gyerekekbe fektessünk. Pentru că istoria arată că noi am avut talent. Mert a történelem azt mutatja, hogy mindig voltak tehetségesek. Dar în ultimul timp am pierdut organizarea. De az utolsó időszakban elveszítettük a szervezés és a fegyelem erényeit. Și am pierdut profesori, nu mai avem profesori. És a tanárokat, nincsenek olyan tanárok. Care să învețe copiii, să formeze, să ajungă să fie fotbaliști mari. Nincsenek olyan tanáraink, akik a gyerekeket arra tudják bíztatni és arra tudják tanítani, hogy nagy játékosok legyenek. Istoria spune că echipele mari, vestul Europei, s-au alimentat cu jucători buni din est. A történelem azt mondja, hogy Nyugat-Európa nagy csapatai a kelet-európai tehetségektől töltik fel a soraikat. Este exemplu domnului Puskás, doamna Puskás, care a făcut istorie la Madrid. A Puskás példa is ezt bizonyítja, hiszen ő történelmet csinált Madridnál. Iar eu am călcat pe urmele lui. Én az ő nyomdokaival léptem ugyanott. Eram tot un stângaci. Szintén ballábas vagyok. Am marcat cam aproape aceleași goluri. Nagyjából ugyanazokat a ugyanolyan mennyiségű gólt rúgtam. Împreună am lăsat lucruri foarte frumoase la Madrid, la Casa ce înseamnă Madrid. És együtt olyan emléket hagytunk abban a házban, amit Madrid háznak hívnak, vagy a madridi szurkolókban, amely méltóan. Iar am fost onorat să fiu comparat cu Puskás când am dat primul gol la Madrid. Deci primul meci care l-am jucat, am marcat un gol și imediat presa din Spania m-a comparat că Puskás s-a întors. És az a nagy megtiszteltetést ért, hogy amikor az első mérkőzésemet játszottam Madridban, akkor én is szereztem egy gólt, és a spanyol sajtó azonnal Puskással hasonlított össze, és azt írták a lapok szalag címében, hogy Puskás visszatért. Nu pot să închei prin faptul să văd că un prim-ministru. Nem tudom anélkül bezárni a szavaimat, hogy értékeljem, hogy örülök, hogy egy miniszterelnök ennyire szereti a fotbal. Ungária norokvása.
Én azt gondolom, hogy Magyarország szerencsés ennek a ténynek. Și la noi cuvintele mele se audă la români. És remélem, hogy otthon is meghallják ezeket a dicsérő szavakat. Ajungem și noi să investim la fel ca dumneavoastră într-un proiect atât de frumos care l-aveți de 10 ani. És remélem, hogy Románia is követni fogja Magyarország példáját, hogy egy olyan befektetést végezzünk mi is, mint amit Magyarország csinál most a foddallal. Cunosc acest proiect, m-am interesat despre el, e foarte bun și sper că și am convingerea că în următorii 4-5 ani se vor face progrese foarte mari aici la dumneavoastră. Ismerem ennek a befektetésnek a részleteit, tanulmányozzuk, megpróbáljuk eltanulni, és biztos vagyok benne, hogy 4-5 éven belül meghozza a magyar futball számára a várt eredményeket. Iar noi dacă o să dormim în continuare, o să ne luați înainte. És hogyha mi tovább alszunk Romániában, akkor Magyarország fociban is megelőzi Romániát. Sper și am convingerea că la un anumit timp cei echipele mari din Europa o să alimenteze din nou de la echipele din România și din Ungaria. Biztos vagyok benne, és egyben reménykedem is abban, hogy egy idő elteltével a nagy nyugat-európai csapatok újra Romániából és Magyarországról fogják föltölteni tehetségekkel a kereteiket. Și cu încredere, cu curaj și cu speranță și multă muncă. Saját magunkban bízva, reménnyel és nagyon sok munkával. Putem ajunge să câștigăm în Europa. El tudunk odáig jutni, hogy nyerni tudunk Európában. Cel puțin eu cu gândul ăsta am făcut Academia. Én legalábbis ezzel az elképzeléssel vágtam bele az Akadémia megteremtésének. Mulțumesc celor care au organizat pentru domnul Puskás acest turneu. Mindenkinek köszönöm, aki segített ennek a turnénak a létrehozására, a Suzuki cégnek is. E oportunitate pentru toți cei tineri să arate cât de bun sunt. Ez egy nagyon jó lehetőség az összes fiatalnak, hogy megmutassa magát a világnak, hogy mennyire jó játékos. Vă mulțumesc pentru invitație încă o dată. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Sper că Academia Fagi să facă o prestanță destul de bună. És nagyon bízom abban, hogy az én akadémiám egy nagyon jó jelenlétet, egy nagyon jó eredményt fog elérni a turnén. Vă mulțumesc. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Hagyi. Köszönjük szépen. És akkor most megkérném Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy ő is szóljon néhány szót. Kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is tisztelettel köszöntöm Önöket, elsőtenőjük önösképpen is. Erzsikenéni jelenléte mindig megtisztelő a számunkra, és egyben fontos is, mert arra emlékeztet bennünket, hogy a jövőt csak a múlt tiszteletére lehet építeni. Örülünk annak, hogy Nyíl is itt van velünk, ha szabad Nyilasi urat így szólítani. A magyar futballban mégiscsak a hűségnek a szimbóluma, a klubhőségé is, meg a nemzeti válogatotthoz való hűségesség szimbóluma is, és a Puskás Suzuki kupához is hűséges, hiszen mindig eljön, és most is itt van közöttünk. Fontos, hogy köszönetet mondjunk a Suzuki gyárnak és a vezérigazgató úrnak. Válság van, nem szokás ilyenkor pénzt költeni sportra, kultúrára, tudományra. Azonban a Suzuki egy bátor vállalkozás, vállalat. Tudja, hogy az menekülő útvonal az előrefele van, és nem hanyagolhatjuk el még válság idején sem az olyan fontos dolgokat, amelyek a jövőt majd meghatározzák, mint például a fiatalok, vagy éppen a sport. Ehhez bátorság kell, épp úgy a vállalkozások világában, mint a politikában és a sportban is. És külön szeretném köszönteni Hagyi urat is. Mindannyian tudjuk, anélkül, hogy történelmi részleteket boncolgatnék, nem könnyű egy román embernek kivívni a magyarok elismerését, és nem könnyű egy magyar embernek kivívni a románok elismerését. Itt most arról van szó, hogy egy olyan ember ül itt közöttünk, aki kivívta a magyarok elismerését. A román sportolók között vannak olyanok, akik ezt megtették. Komanecsi nevére mindannyian emlékszünk, és hát Hagyi is az az ember, akit mindenfajta bonyolult történelmi okoskodás nélkül a föltétlen tiszteletünk övez, és jó leső érzés, amikor megemelhetjük a kalapunkat az ő teljesítménye előtt. Én még emlékszem, ezt nyílnak mondom, hiszen válogatott meccs van holnap, arra, amikor a kapa ott a jobb oldalon elfutott, ott ültem én is a lelátón, és izgultam, hogy el tudja a kimozduló kapus mellett lőni sok felejthetetlen eltört lövéseinek egyikével a labdát, amivel aztán később megnyitotta az utat a világbajnoki részvétel előtt, úgyhogy én is sportszerű mérkőzést kívánok holnap a két válogatottnak.
nem vagyok olyan elfogulatlanul nagylelkű, mint a Suzuki vezetője, aki azt mondja, hogy ő a legjobb csapat győzelmének örül majd. Nekem minden vereség fáj, amit a Puskás Akadémia vagy épp a magyar válogatott szenved el, és remélem, hogy ez a hét megkímél majd ettől az érzéstől. A tekintetben is tisztelettel köszöntjük körünkben Hágyi urat, mint az akadémiája alapítóját. Anélkül, hogy félreérthető dolgot mondanék, örülök, hogy kollégák lehetünk. Sajnos nem a futballpályán lehetünk kollégái egymásnak, azt mondja, az én hibám elsősorban, hanem mint akadémia alapítók, amikor mondja, hogy ő visszavonult, ezt a mi szakmányban úgy mondják, hogy ember vereséget szenved, én a 2002-es választásokon szenvedtem ilyet, és visszavonulásra lettem kényszerítve, akkor én is úgy gondoltam, hogy valami hasznosat kéne csinálni. Szintén nem mesélem önöknek, hogy milyen kellemetlen dolog ellenzékben lenni. Az ember úgy érzi, hogy valami hasznosat is kéne csinálnia. És ekkor döntöttem én is amellett, hogy megkeressük Öcsi bácsit, és létrehozzuk a Puskás Akadémiát itt Magyarországon. Így jött létre a mi akadémiánk. De szerencsére a politika és a sport abban különbözik, hogy nem kellett véglegesen visszavonulnom, ezért ülhetek most itt. És ezért gyűjthetem be jó érzéssel Hágyi úrnak az elismerő szavait, amelyet a mostani magyar kormány sportpolitikájával kapcsolatban mondott. Szeretném neki elmondani, hogy mi magyarok azt gondoljuk, hogy minden ország olyanná válik, amilyen a fiatalsága. Ezt bele is írtuk az alkotmányba egyébként. És a fiatalok csak akkor lesznek nagy dolgokra képesek, hogyha a saját önérdekeiken túlmutató nagy célokat is ki tudnak maguk elé fűzni, és azoknak akarnak megfelelni. Mindig egy saját magukon kívüli és náluk magasabb mércének akarnak megfelelni. A sport egy olyan terület, amely ezt a lehetőséget megadja a fiataloknak, hogy szinte a csillagos égnél határos célokat tűzhessenek ki maguk elé, és ha elég bátrak, tehetségesek és kitartók, akkor meg is tudják azokat valósítani. A Puskás Akadémia létrehozása mögött ez a megfontolás húzódott, nem csupán a futball, hanem az a gondolat is, amit most megismétlek, hogy minden ország olyanná válik, amilyen a fiatalsága, és a Puskás Akadémia egy olyan kezdeményezés, amely segít a magyar fiatalságot, fölkínálja a lehetőséget a magyar fiatalságnak, hogy jobbá válhasson. A sport, tisztelt hölgyeim és uraim, az egyik tükre a nemzetnek, a kultúra, a tudomány mellett a sport az egyik ilyen fontos tükör. A dolog az úgy fest, hogy a magyarok a sportban erősek, ezt önök, akik itt vannak, pontosan tudják. Mégiscsak mi vagyunk a mesterei a vízilabdának, a kajakkenúban nagy hatalomnak számítunk, kézilabdában sem vagyunk éppen rosszak, nehéz atlétikában jók vagyunk. Egy-egy nagyobb dobással szoktunk begyűjteni olimpiai aranyakat az atlétikában is, és hát itt vannak a vívóink. De akárhogyan is, a központi sportág Magyarországon az mindig a futball volt. És azok, akik erre csak legyintenek, azoknak mi mindig azt mondjuk, akik valaha is szerelmesei voltunk ennek a sportágnak, hogy nem töltöttünk még olyan sok időt távol a futball világévonalától, mint amilyen hosszú ideig benne voltunk abba. Ezért azt, aki reménytelennek állítja be a helyzetünket, azt mindig visszautasítjuk. És különösen így húsvétkor a föltámadásról szoktunk gondolkodni. A nagy hétnek is ez a kérdése, hogyan is állunk a feltámadással. És a magyar futballnak is ez a nagy kérdése, lesz-e feltámadás. Mindenki más válaszol erre a kérdésre. Mi, akik akadémiákat hoztunk létre és működtetünk, itt Hemingway urat külön is meg kell említenem, hiszen aki meg akarja nyerni a Suzuki tornát, a Honvédot kell letaszítani a trónról, mert lassan egyedülalkodók, ezért örülünk, hogy itt van közöttünk. Szóval mi, akik akadémiákat alapítottunk és működtetünk, mi azt gondoljuk, hogy lesz föltámadás. És a magyar futballban is lesz föltámadás. Van is olyan ország, persze mindenkinek más az ízlése, amit ebből a szempontból figyelemmel szoktunk kísérni, nekem mindig az uruguayiak adnak erőt. Ők azok, akik a világ élvonalon masíroznak, eltűnnek, aztán visszatérnek, és egy ilyen 3-4 milliós országnak, vagy Magyarországnak mindenképpen kisebb lélekszámú országnak sikerül időről időre föltámadni, akkor nekünk magyaroknak miért ne sikerülne. Egy dolgot kell tennünk, keményen kell dolgoznunk, hogy ez bekövetkezzen, mert szemben sokak gondolatával a feltámadást nem adják ajándékba. Ez egy olyan dolog a futballban, amiért dolgozni kell.
És Magyarországon sok minden történik, nem csak a futballban, 16 sportággal folynak a tárgyalások, hogy megkössük a 2020-ig szóló támogatási, utánpótlás nevelési koncepciókat. 16 sportággal jön létre ilyen megállapodás, amely magában foglalja a futballon túl 16 másik sportágnak a létesítmény beruházásait, fejlesztését, az utánpótlás fejlesztését, az edzőképzési programját és a nemzetközi versenyekben való részvételének a programját is. Ezt a 16 sportágra kiterjedő megállapodást hamarosan, még ebben a fél évben, annak a legkésőbb a végéig alá fogjuk írni. És akkor azt tudjuk mondani, hogy az alkotmányban rögzített gondolat, miszerint a fiatalokon múlik, hogy nagy lesz-e újra Magyarország, és mi nagy Magyarországot akarunk, ez megvalósulhat, és a sport révén fog majd megvalósulni. Tisztelt hölgyeim és uraim, végezetül a kapitány úrnak mondom itt mellettem, hogy Magyarországon se könnyű a sportot fejleszteni. Mindig vannak viták, hogy vajon kell-e uszodát építeni, kell-e stadiont építeni, kell-e támogatni az utánpótlást, mikor egyébként olyan sok más fontos dolog is van, amire nem jut pénz. Ezért vita nélkül a sportban sem lehet sikereket elérni, de én mindig arra emlékeztetem a magyarokat, hogy ha nem vállaljuk a vitákat, akkor soha semmi nem fog történni ebbe az országba. Ha az elődeink nem vállalták volna a vitákat, akkor nem lenne Lánchíd, ott sokkal nagyobb vita volt, mint a magyar sportfejlesztése körül, nem lenne országházunk, egyáltalán alig lenne valami ebben az országban, amire büszkék lehetünk, ha az azzal kapcsolatos vitákat az elszánt emberek nem vállalták volna. És ez a sportszerető magyar közösség számára is így van, nem nekem egyedül, hanem minden magyar sportszerető embernek vállalnia kell azokat a vitákat, amik a vívás, a vízilabda, a kézilabda, a nehéz atlétika, vagy éppen a futball megújításáról szóló viták. Bátran bele kell állni ezekbe a vitákba, úgy, mint a szabadrugásba, lendíteni kell, és oda kell rúgni a labdát, ahol annak a helye van, és akkor megépülnek a stadionjaink, megépülnek az uszodáink, megépülnek a tornacsarnokaink, meg lesznek a világhírű edzőink. Utolsó megjegyzés, amit, ha megenged még az elnök úr, mélyen egyetértek vele, hogy közel van Közép-Európa ahhoz, hogyha az akadémiák jól dolgoznak, hiszen a magyar válogatottban is játszanak már akadémiákról kikerült fiatalok, akkor a nyugat-európai csapatokat bizony a mainál nagyobb számban töltik majd föl közép-európai játékosokkal. De kedves Hágyi kapitány úr, ez csak az első lépés lesz, mert a mi álmaink végén az is ott szerepel, hogy persze először majd a játékosainkkal töltik föl a nyugat-európai csapatokat, de utána olyan klubjaink lesznek, amelyek magyar vagy román klubokként térdre tudják kényszeríteni a nagy nyugat-európai klubokat, úgy, mint ahogyan a Steaua Bukarest éppen az elmúlt hetekben tette ezt, a magyar futballszerető közvélemény elismerését egyébként, kicsit halkan mondom, irigységét is kiváltva, hogy a román futball már ott tart, hogy van olyan klubja, amelyik csoportkörben Premier Ligás csapatokat tud megverni. Mi még nem tartunk itt, de a célunk az az, hogy ne csak jó játékosokat adjunk, hanem a nagy magyar klubok zászlói, most itt a nyílül mellettem, ezért említsük mondjuk a Fradit, a régi nagy magyar klubok zászlói ismét magasan fognak majd lobogni, és nagy nyugat-európai stadionokat veszünk majd be, aratunk győzelmeket, és leszünk ismét ott, ahol már egyszer önök, és te személy szerint, ön személy szerint is járt, mondjuk a Bajnokok Ligája tetején, hiszen a Steaua mégiscsak a Bajnokok Ligájának, illetve annak elődjének büszke győztese volt. És ilyen értelemben a sikeres román példa nekünk magyaroknak is erőt ad. No, ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok a Puskás Suzuki Kupa idei küzdelmeihez jó időjárást. Először is, másodszorban sok szerencsét a résztvevő csapatoknak, szép gólokat, és maguknak pedig azt kívánom, hogy ismét olyan leendő klasszisokat ismerhessünk meg a fiatal játékosok képében, mint amilyeneket megismerhettünk a megelőző 5 esztendő során. Suzuki gyárnak köszönöm a támogatást, Nyilnak köszönöm a hűséget és a kitartást, Erzsike néninek köszönöm, hogy itt van velünk, és Hágyi kapitány úrnak pedig köszönöm, hogy a tornák fényét az ő magasságába emelte föl azzal, hogy eljött közénk. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen miniszterelnök úrnak, és most megkérem Szőlősi György kollégámat, hogy kezdjük meg a sorsolást. Tehát a jól ismert szisztéma az elmúlt évekből, a Puskás Suzuki Kupa címvédője a Budapest Honvéd,
az egyik kiemelt csapat, a másik pedig a házigazda, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, az A1-es helyen, tehát az A csoport első helyén, a Honvéd a B csoport első helyén. A négy külföldi csapat közül elsőként az A csoportba húzunk egy csapatot, aztán a B csoport második helyére, aztán a A csoport harmadik helyére, és végül természetesen a B csoport harmadik helyére, és ebben a pillanatban már az előzetesen kialakított szisztéma szerint a program is a rendelkezésünkre áll majd, utána pedig az öreg fiúk torna párosítását sorsoljuk majd ki. Én tisztelettel megkérném Simicsko István államtitkár urat, hogy az első golyót húzza ki, mégpedig a piros golyókat tartalmazó urnából, és majd minden húzót arra kérek, hogy hosszú ideig jó alaposan mutassa az összes fényképezőgépnek, kamerának. Tehát az A csoport második helyére érkezik egy csapat. Tessék mutatni a Hadzsi Akadémia. Köszönjük szépen. Csak tedd. Köszönjük szépen államtitkár úrnak segítséget. És akkor, ha már ilyen módon is megszólítatott, akkor György Hadzsit kérném, hogy a Honvédnak húzzon egy ellenfelet a B csoportba. Na, please, yes. That's the job. A Melbourne Football Institute, a B csoport második csapata, az ausztrálok. Mulțumesc. Akkor most derül ki, hogy a Videoton Puskás Akadémia és a Hadzsi Akadémia mellett melyik lesz az A csoport harmadik együttese. Hemingway urat kérném szépen, George F. Hemingway-t, a Honvéd tulajdonosát, hogy húzzon nekünk egy megfelelő ellenfelet. A melegebb gólyot kell választani. Real Madrid. Köszönjük szépen. Robert Béltekit kérném, hogy ellenőrzésképpen a negyedik golyót is húzzuk ki, hogy valóban a Panathinaikos neve lapul-e benne. Nem könnyű, de ezután köszönjük a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a golyókat. Tehát a Panathinaikos. Úgyhogy köszönjük szépen. Az ausztrálok között nagyon sok a görög származású futballista most is, meg a vezetők között is, úgyhogy ez ilyen értelemben egy érdekes párosítás lesz. Így tehát kialakult a program, a nyitó mérkőzés Videoton Puskás Akadémia, Hadzsi Akadémia nagypénteken 14 órakor felcsúton, utána Honvéd Melbourne, szombaton Honvéd Panathinaikos, Puskás Akadémia Real Madrid, vasárnap Hadzsi Akadémia Real Madrid, és Melbourne Panathinaikos, majd pedig a helyosztók Székesfehérváron 13 órától a csoportok harmadik helyezettjei, 15 órától pedig már a stadionban élő TV közvetítés mellett a csoportok második helyezettjei vívnak a bronzéremért, és a két csoportgyőztes pedig játssza a döntőt, és akkor a kollégáim már nyomtatják is a programot és a sorsolást, úgyhogy ez hozzáférhető lesz a sajtótájékoztató után. És az öreg fiúk tornáról is ejtsünk néhány szót, hiszen ez is hatodik alkalommal lesz majd. Négyszer a Puskás Akadémia csapata nyert, azért ezt mindenképpen mondjuk el.
és most is az újságíró válogatott, a Magyar Suzuki ZRT csapata, a Puskás Akadémia csapata és a Videóton öreg fiúk vesz részt. Húsvét hétfőn 10 órakor és 11 órakor lesznek a meccsek. Az első párosítás csapatait húzzuk először. Tisztelettel kérem Jakab János urat, a Puskás Akadémia felügyelő bizottságának az elnökét, hogy húzza ki az első sárga golyót. Újságírók 10-kor kezdenek. Köszönjük szépen, és hogy kivel, az ki fog derülni abból, hogyha Hiszasi Takeuchi úr kihúzza a második golyót, vezérigazgató úr, hogy kivel játszanak az újságírók 10 órakor. Látszik, hogy rutinos sorsolóról van szó. Magyar Suzuki. Ilyenkor is a marketingre gondol. Thank you very much. És akkor rendkedvén nézzük meg, hogy a másik párosítás Kovács János, a magyar újságíró válogatott menedzsere. Ezek szerint a Videóton Puskás Akadémia rangadó fog létrejönni. Így van, Videóton. Köszönjük, és Alent kérném majd meg, abban a reményben, hogy sikerül leigazolnunk őt az öreg fiúk csapatunk számára erre a tornára. Már előre haladott tárgyalásokat folytatunk. Tehát a Puskás Akadémia játszik a Videótonnal 11 órától a Székesfehérvári komplexum valamelyik műfüves pályáján az előrejelzések szerint. Akkor kész van tehát a program. Köszönöm szépen a figyelmüket, ami a sorsolást illeti, és visszaadnám a szót Viktoriának. A mikrofon. Nem tudom, hogy van-e még időnk néhány kérdésre. Akkor kézfeltartással jelezze, kérem a telefonkérdés. Bocsánat, ott az úr hátul kérdés. Szabó Gergő vagyok az Inforádiótól. Én a válogatott meccse kapcsolatban érdeklődnék. Mitől Hágyi úrtól, hogy kis esélyvel forgatással vállalkozzanak. Mire számítanak, hogy csak zárt kapus kapcsolat a meccs? Várnak. Dacă voi ne-ați bătut înainte, noi am câștigat ultimele meciuri. Önök a 80-as években megvertek minket, de utána nekünk is voltak jó eredményeink önökkel szemben. De mult nu s-a terminat un egal. Régóta nem volt döntetlen. Sper în primul rând să fie un meci frumos. Eu nu dau pronosticuri înainte de meci. Elsősorban arra számítok, hogy egy jó meccs legyen, egy szép meccs legyen, nem szokásom a tippelés. Un meci important pentru calificarea în Brazilia, deci oficial, unde ambele echipele o să încerce să câștige și trebuie să câștige. Nagyon fontos meccs, Brazília, a braziliai út dőlhet el rajta, és mind a két együttes győzni akar. După părerea mea, cred că va fi un meci foarte deschis, foarte bun. Szerintem nagyon nyitott meccs lesz, jó meccset várok. Păcat că stadionul e gol, eu în viața mea n-am jucat așa și cred că nu e bine pentru fotbal. Nagyon sajnálom, hogy üres lesz a stadion. Én a karrierem során soha nem játszottam üres nézőtér előtt. Úgy gondolom, hogy ez nagyon rossz a futballnak. Fotbalul e un spectacol. Ez egy előadás. Iar spectacol are nevoie de suporteri. És az előadásnak szurkolókra, nézőkre van. Suporterul trebuie să înțeleagă că el e suporterul echipei și trebuie să comporte și el foarte bine. De a nézőnek is meg kell értenie, hogy ő egy előadásra megy, tehát annak megfelelően kell viselkednie. Dar acesta mi se pare fotbalul, mâine va fi sărac. Én úgy gondolom, hogy holnap egy szegény foci lesz. În stadionul gol. Egy üres stadionban. Să sperăm că jucătorii o să facă un fotbal frumos. Bízom benne, hogy a játékosokat ez nem befolyásolja, és egy szép mérkőzés. Cel mai bun să câștige, pentru că așa e o competiție și cel mai bun va câștiga. Győzzön a jobb, ez egy verseny, és az a jó, hogyha a jobbik győz.
válogatott meccseket nem csak sportszemüvegen keresztül szoktam nézni. Bár kétség kívül minden válogatott meccs sportesemény. De sose értettem egyet azokkal, akik azt mondták, hogy ez csak egy meccs. Egy válogatott meccs az csak egy sportesemény. Az igazság az, hogy ha válogatottak lépnek pályára, akkor azzal a reménnyel küldjük a csapatainkat, a játékosainkat a pályára, hogy az adott közösség, esetben mondjuk a magyar nemzet, legnagyszerűbb tulajdonságait mutassák be sportkörülmények között. Válogatottnak lenni nem azt jelenti, hogy én vagyok a legjobb játékos. Az a minimum. Az előföltétel. Hanem azt jelenti, hogy képes vagyok megtestesíteni azt a valamit, azt a jót, azt a kiemelkedőt, azt a tulajdonságot, ami egyébként nekünk, magyaroknak is saját. Ilyen például a magyarok esetében a Gógyi. Nekünk az erőfutball, még ha pontokat hoz, akkor se érinti meg a szívünket, tehát Gógyi. Erősek vagyunk, a sajátos észjárásunkra büszkék vagyunk, látni akarjuk ezt a pályán. Nagy vonalúak vagyunk, egy lovagias nemzetnek tartjuk magunkat, nem vagyunk kicsinyesek, nem vagyunk szűkkebbűek. Akarom, szeretném, ha láthatnánk a pályán a magyarok nagy vonalúságát. A gondolkodásban, az ellenfél felé tett gesztusokban, a bátorságot. Úgy gondoljuk, hogy a magyarok bátrak, ezért hogyha földörzsöli a fenekünket vagy a hátunkat a saját hálónk, akkor még ha nyerünk is, nem vagyunk elégedettek azzal, amit láttunk, mert milyen dolog ez. Tehát bátorság és cselvetés, az is nagyon fontos. Lovagolni, menekülés színlelve, hátrafele nyilazni, vannak mindenfajta hagyományok, tehát valami cselvetést is szeretnénk látni. Ezek a olyan tulajdonságok szerintem, amelyek köthetők. Nem mondom, hogy csak Magyarországhoz, de a magyar nemzethez köthetők. Tehát ha fölmegy a csapat a pályára, ezzel az elvárással ülünk le a tévé képernyőt, hogy mindezt lássuk. A futball nyelvén ezt meséljék el nekünk. És abban a reményben az eredménytől függetlenül persze győzelmet szeretnék én is, mint mindenki, de a győzelmen túl a nagyságot is szeretnénk látni. Ez egy veszélyes szó a politikában, de Románia is arra törekszik, hogy nagy legyen, nagyság. Tehát angolul great, nem big, hanem great. Fontos különbség a magyarban, ez nem jön ki. Tehát nyilván a nagyságot akarja, és mi is a saját nagyságunkat akarjuk. A legjobb tulajdonságainkat szeretnénk látni a pályán. Úgyhogy én nagyjából ezt várom. Sajnos egyet kell értenem a kapitány úrral abban, hogy nézők nélkül a futball nem sokat ér. Úgyhogy én is kettős érzésekkel készülök. Legyűrtem a csábítást, és bár be tudtam volna osonni a stadionba, végül is ezt nem teszem. Nem lenne helyes, hogyha az ország vezetői elfogadnák a kukkolás lehetőségét, az élőben való kukkolás lehetőségét, az országban ki van zárva a meccs helyszínen való jövezésében, úgyhogy ezt a lehetőséget elhárítottuk. Én is tévén keresztül fogom nézni a mérkőzést. Ez a sors jutott most a magyaroknak erre a pénteki napra, ezt kell viselnünk. És hát természetesen óriási reményekkel várjuk ezt a mérkőzést. Még mindig 0-0. Azt jelenti, hogy az esély az itt van előttünk. Azt a 90 percet kell a kapitánynak és a legényeinek megoldani. Még egyszer mondom, az eredményen túl a magyar futball fölidéző zenét szeretnénk hallani, miközben nézzük a fiúk játékát. Nem azt, amikor gépszörnyetegek fém hangjait halljuk, amikor látjuk a futballt, hanem azt a zenét szeretnénk hallani, amit a látvány előcsal a mi képzeteink közül. Hát valami ilyen mérkőzést szeretnék. A végén természetesen egy olyan gól is elég lenne, mint amit a kapa beütött azon a bizonyos 82-es világbajnokságra szóló mérkőzésen. De egy dolgot biztosan mondhatok Hágyi kapitány úrnak, hogy akármi is lesz a mérkőzés eredménye, mi barátsággal és tisztelettel várjuk a Hágyi Akadémia csapatát a Puskás Suzuki Kupa mérkőzésre. Következő kérdés. Én pedig hadd kérjem addig a fotósokat, hogy a díszvendégek előtt itt már takarják a kilátást, hogy legyenek szívesek hátrafáradni.
Macső Peti, Csillag Péter Nemzeti Sport. Eu nu sunt antrenorul echipei naționale a României ca să analizez foarte bine Ungaria. Nem vagyok a román válogatott edzője, így nem elemeztem a román, a magyar válogatottot. Sunt doar un spectator care egy néző vagyok, vrea să vadă meciul, aki szeretné látni a meccset. Cred că aveți o echipă care a făcut progrese importante în ultimii ani. Úgy gondolom, hogy egy olyan csapatuk van, amely komoly fejlődésen ment át az elmúlt években. Cum a spus domnul prim-ministru, de la mijloc în sus aveți jucători care știu fotbal. A miniszterelnök úr is mondta, hogy a középtől fölfele olyan játékosaink vannak, amelyek tudnak focizni. Dar fotbalul se joacă numai cu mingea, trebuie să joci și fără minge. De a focit nem csak labdával játszák, anélkül is kell tudni játszani. 88 de minute trebuie să alergi bine în teren, să stai bine în teren. 88 percen keresztül jól kell tudni szaladni és jól kell állni a pályán. Ca echipă fără minge trebuie să joci foarte bine ca să ai o șansă. Csapatként labda nélkül is nagyon jól kell játsz ahhoz, hogy legyen esélyed. Echipa României și ea e o echipă interesantă. A román válogatott is egy érdekes csapat jelen pillanatban. Și noi vrem să construim o echipă competitivă. Mi is egy ütőképes csapatot akarunk létrehozni. Ca să ne ducă și pe noi, că noi pe timpul nostru eram la campionate mondiale și europene. Az én időmben sokat jártunk a világ és Európa bajnokságokon, ezt szeretnénk újra elérni. Már azt mondom, hogy így a campionat european ez volt sem meccsülle. Most már nézőként is szeretnék úgy elmenni, hogy a románoknak szurkolhatok. O echipă talentată care e foarte bună de la mijloc în sus, sunt jucători foarte buni. Egy olyan csapatunk van, amely középtől fölfele, tehát fejben erős és jó játékosok. Așa că cred că ați înțeles, mâine secretul e care apărare va fi mai bună. Én úgy gondolom, hogy a holnapi nap titka abban áll, hogy kinek van jobb védelme. Meglátjuk. Következő. Tudomásom szerint ott a helyiek jól haladnak. Ugye egy helyi kezdeményezés. Szakmai partnert keresnek a határon túli magyar területek futballakadémiái Magyarországon. A csíkszeredaiak is kerestek ilyen partnert, bennünket találtak. Egy szakmai együttműködés már kialakult. Remélem, hogy ez hosszú távon is egy jó együttműködés lesz majd. Jártunk már Romániában futballakadémia vendégeként. Halkan mondom, akik figyelik az U19-es bajnokságot Magyarországon, Békés Csabában a tavaly szezonra megjelent a túlsó oldalról, a határ túlsó oldalról átigazolt néhány játékos. Bennünket is jól megvertek, illetve bocsánat, pontot raboltak tőlünk, 2-2-t játszottunk. Honvédot talán, vagy az MTK-t, nem is emlékszem, meg is verték. Ez jól mutatja, hogy a futball nem ismer határokat. Már ifjúsági csapatok között is mozgás van. Úgyhogy mi Romániából, de Kárpátaljáról, a Felvidékről is, volt már Felvidékről is játékosunk, a szlovák válogatott játékosunk, aki az akadémián nevelkedett. Tehát mi határon túli területekről is szívesen fogadunk fiatalokat. Szeretnénk eljutni oda, hogyha az ausztrálok is küldenének esetleg tehetséges fiatal játékosokat, akiket a mi akadémiánkon akarnak ösztöndíjban részesíteni. Mi is hirdetünk meg ilyen ösztöndíjakat. Negyedévre, fél évre, egy évre tanulást is tudunk biztosítani, még angol nyelven is. Úgyhogy a futball egy nemzetközi dolog, nemzeti alapokon áll, de nemzetközi világ. És abban nekünk részt kell venni. Hogyha provinciálisan csak a saját kereteink és határaink között akarunk teljesítményeket elérni, akkor sose lesz belőlük világbajnok. Ezért nekünk fontos, hogy beilleszkedjünk már fiatal korban a nemzetközi vérkeringésbe, játékosokat fogadjunk, küldjön tornákat, menjünk, tornákat szervezünk. Úgyhogy a csíkszeredai együttműködés is ezért fontos a számunkra. Utolsó kérdés.
De Erzsébe vagyok a Magyar Vizetőről, és Erzsébe-től szeretném kérdezni, hogy ismerjük rá, mint pályafutásán, ez egy pályafutásán során is, hogy már az ügyben dolgozott most, mint a tervei lehetőségei, tervezi azt, hogy visszatér, akár vállalatot, hogy szívánik kultúrt, nem mondom, hogy most úgy lesz, hogy utána le, hogy emberi kultúrnál, ugye még csak a szerejezője volt, van a Az ismétlés veszélyével mondom azt. Eu am construit o academie în acești 4 ani. Hogy az elmúlt 4 évben az akadémiám felállítása volt a fontos. Care, să zicem, e cea mai bună din România. Amelyet talán mondhatom azt, hogy a legjobb Romániában. Avem 30 de jucători la loturile naționale. 30 játékosunk van a válogatott különböző szintjein. Deci fiecare lot național e alimentat cu 5, 6, 7 jucători de-ai noștri. Minden válogatott korosztály 5-6 saját nevelésű akadémistánkkal van föltöltve. Pe lângă această echipă am construit o echipă în 4 ani care e în divizia A la noi în România. Ez alatt a 4 év alatt emellett a válogatott játékosok mellett egy olyan együttes hoztunk létre, amely az NB1-ben, a román NB1-ben szerepel. Se cheamă Vitorul Constanța. Vitorul Constanța, tehát Constanțai jövőnek hívják. Vitor înseamnă future. Ez a jövőt jelenti. Deci ne gândim la viitor. A jövőre gondolunk. Iar această echipă din divizie are 70% din jucători din Academie. És ez az NB1-es csapatunk 75%-ban akadémistákkal van föltöltve, tehát a saját nevelésű játékosokkal. E a doua sau prima echipă din Europa ca medie de vârstă? A Európában az első vagy a második legfiatalabb csapat, a korosztály átlagot, tehát az életkori átlagot tekintve. 21 de ani și 21 év és néhány hónap, 4-5-6 hónap az átlag. Conceptul al Academiei l-am construit eu tehnic. Az akadémiának az elképzelését technikai értelemben én hoztam létre. Azt hiszem, hogy nem sunt patron, sunt general manager. Nem technik. Csak tulajdonos vagyok, hanem ügyvezető igazgató is, technikai kérdésekkel is foglalkozom. Așa că îmi place munca tehnică, sunt un fel și îmi place să fiu pe teren, foarte tare. Szeretem ezt a munkát, nagyon szeretek a pályán is lenni, vagy a pálya mellett. Dar din păcate, în momentul de față, trebuie să fac și o muncă administrativă, că e mai greu în România cu bugetul. Sajnos adminisztrációs munkát is kell végeznem, mert Romániában az e-féle munkát mostanában nagyon szigorúan veszik. La voi nu se pune problema de buget. Önöknél nincsenek költségvetési problémák, nálunk vannak. E liniște mai multă după cât am înțeles. Legalábbis, ahogy én értettem, ezen a területen csend van, van pénz. Și probabil într-o zi o să mă întorc înapoi pe iarbă, nu? Amikor nálunk is hasonló lesz a helyzet, akkor lesz időm visszatérni a zöld fűre. Apropo de echipa națională, am avut ofertă de la președintele federației. Apropo a nemzeti csapatról, a Román Labdarúgó Szövetség részéről volt egy ajánlatom. După ce antrenorul a plecat de la echipă, antrenorul care a fost înaintea lui Pițurcă. Amikor a Pițurcát megelőző edző elment az együttestől, akkor volt egy ajánlat. Răzván Lucescu volt, aki... A vrut să-mi propună mie acest proiect. Akarták javasolni, tehát javasolták nekem, hogy vállaljam ezt a feladatot. Am vorbit. Leültünk, beszélgettünk hosszan. Dar n-am putut să preiau echipa națională pentru că era de pe drum. De nem akartam egy útközben lévő válogatottat átvenni. Și am cerut doar să se termine lucrurile, să o iau de la început. Én azt mondtam, hogy fejezzék be, amit elkezdték, és utána beszélhetünk arról, hogy lesz-e új kezdet. Pentru că în cariera mea de antrenor am făcut 2-3 greșeli. Az edzői pályafutásom során csináltam 2-3 tévedést, elkövettem. Am luat echipele de pe drum. Átvettem útközben lévő csapatokat, és ez nem volt jó döntés. Nu poți să te confunzi cu ce a lucrat altcineva. Nem szabad összekeveredni véleményem szerint azzal, amit előzőek elkezdtek is. Mai ales când te cheamă Hagi. Főleg akkor, hogyha Hagyinak hívnak. Și lumea te așteaptă că imediat face minuni. És a világ azt várja, hogy azonnal végez csodát az együttesen. Iar în fotbal nu poți să faci minuni, îți trebuie un timp. A fociban nincsenek csodák, idő kell. Să construiești o echipă competitivă și mai ales în zona noastră, unde vorbim aici, în Europa de Est, unde trebuie să construim, să formăm foarte mulți jucători. Egy ütőképes csapat létrehozására idő kell, főleg a mi környezetünkben, Kelet-Európában, ahol csak sok munkával lehet elérni dolgokat. Ca un sfat, dacă poți să dau și acest despre fotbal. Ez egy tanács is, hogyha adhatok ilyet a fociról. Cred că la noi cele mai bune sunt proiectele care au termen mediu și lung, nu de azi pe mâine.
Én azt gondolom, hogy a mi térségünkben nálunk a közép- és hosszú távú elképzelések az egyedül járhatóak, nem a rövid távú sikerek hajhászása. Dorim într-o zi să-i batem pe cei din vest. Hogyha egy nap azt szeretnénk, hogy megverjük a nyugat-európai klubokat, vagy őket. Numai pe termen mediu și lung, dacă construim ceva solid, foarte puternic. Csak akkor tudjuk megoldani, hogyha közép- és hosszú távon erős alapokra valami jól kitaláltat hozunk létre. Bogăția și aurul stă în tineri. A gazdagság és az arany a fiatalokban van. Găsiți-i care sunt buni, selectați-i, creați-le mediu și cred că într-o zi putem să fim. Találják meg azokat a fiatalokat, akik jók, dolgozzanak vele sokat, bátorítsák őket, és akkor megjönnek az eredmények. Eu asta fac în România, asta spun la televizor tot timpul. Én ezt csinálom Romániában, a televízióban is mindig ezt mondom. Văd că voi ați înțeles înaintea noastră. Úgy látom, hogy önök ezt azért előttünk már megértették. Sper să nu vorbesc în gol. Bízom benne, hogy azért nem beszélek fölöslegesen. Aveți succes. Sok sikert önöknek. Thank you very much. Köszönjük. És akkor szerintem köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, esetleg még néhány fotó elkészülhet. Köszönjük szépen. Nem telik el úgy hét, hogy ne hallanánk arról, idős embereket támadnak meg, vagy rabolnak ki. Esztergomban az áldozattá válás megelőzése érdekében tartott előadást a Komárom-Esztergom megyei főkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. Az előadáson készült kisfilmünk következik. Szép jó estét kívánok! Úgy látszik, hogy egy csinos hölgy van mellettem, erre mindenki zavarba jön tőle, hogy olyan hangosak vagytok. Engedjétek meg, egy pályázat útján jutottunk el idáig, hogy azért is van egy jelenléti, hogy egy ilyen előadást tartatunk, illetve tartathatunk Esztergomba, és ennek kapcsán engedjétek meg, hogy bemutassam vendégünket, illetve előadónkat. Többek között elnézést olvasom. Csonkáné Huszár Anita, és most jelentkezem, alezredes. És aki ezt segítette nekünk, kedves barátunk, Bodrogai Sándor, aki ezt az egészet itt Esztergomba és itt Szentgyörmezőn is segített ezt megszervezni. Nagyon fontos dologról van szó, a bűnmegelőzés, nem nekünk kell, hogy mi ne váljunk áldozattá a bűn következtébe. Alezredes asszony pedig erről fog beszélni, ez fogja elmondani azokat az eseteket, amire különösen oda kell figyelnünk. 30 percet kaptunk erre az időre, tehát erre a lehetőségre megkérjük előadónkat is, hogy hát erre egy picit figyeljen, és hogy talán, hogyha lesz kérdés, hogy abba is bekapcsolódhassanak. Én át is adnám a szót, és hallgassuk figyelmesen. Köszönöm szépen a bemutatást. Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Valóban Tatabányáról, a megyei rendőrfőkapitányságról jöttem, ott a bűnmegelőzési alosztályt vezetem. És hát jártunk mi már itt Esztergomban, a kollégáim jártak már, itt Szentgyörgy mezőn is volt valaki, ha minden igaz. Úgyhogy most én csöppentem ide, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek és meghallgatnak. Én azt javaslom, hogy először szeretném elmondani, amit itt hoztam hozzá, egy kis kivetítős anyagot, és akkor utána a felmerülő kérdéseket nagyon szívesen igyekszem megválaszolni, jó? Valóban itt egy pályázatról is szó van, ugyanis a rendőrfőkapitányság egy Európa Uniós pályázatot adott be, közösen két másik szervezettel, az áldozat segítő szolgálattal, és van Tatabányán egy civil szervezet, a utcai szociális segítők egyesülete. Mi hárman nyertük el ezt a pályázatot, és hát ennek a keretében tudunk egy-két olyan dolgot az áldozatokért megtenni, illetve az áldozattá válás megelőzéséért, ami ebben benne van. Ezért van a logó, és ezért van a jelenléti év, úgyhogy ezért köszönöm szépen, hogy ezt nekem aláírják. Miről is beszélünk? A pályázatnak, és egyébként a rendőrségi bűnmegelőzési munkának is az egyik legfontosabb célcsoportja az időseknek a köre.
Hát rendőrségi szemszögből idősnek tekintjük a 60 év feletti embereket. Én elnézést kérek mindenkitől, aki örök fiatal lélekben, de hát valamit a kriminológiának is meg kell fogni, hogy hány éves kortól tekintjük ezt a dolgot. Tehát 60 éves kortól mondjuk azt, hogy az idősekről beszélünk. És hogy mik azok a leggyakoribb bűncselekmények, amik idősek sérelmére el szoktak követni, hát ezek, amiket itt tetszenek látni, a lopás, a betöréses lopás, a csalás, és hát szerencsére ritkán, de rablás is előfordul. Igen. Mik azok a különböző módszerek, amit a idősek esetében bevetnek az elkövetők? Ugye még az is kérdés, hogy miért éppen az idősek? Miért célcsoport az időseknek a csoportja? Hát azért, mert ezek az elkövetők, akik időseket próbálnak becserkészni, hát nagyon jól tudják, hogy bizony ebben a korban már az embernek nem olyan fürge a gondolkodása, nem olyan jó a szeme, nem olyan jó a hallása, nem ismeri annyira a világ dolgait, és éppen ezért nagyon könnyen becsapható egy idős ember, könnyen át lehet verni, és bűncselekményeket lehet így elkövetni a sérelmére. Hogy mi a leggyakoribb? Hát ez a trükkös lopásoknak hívott bűncselekmény a leggyakoribb, amire egyébként azt mondom, hogy 2008-2009-ben történt nagyon sok a megyénkben, azóta szerencsére az ilyen felvilágosítással, illetve a kollégáimnak a felderítő munkájával sikerült visszaszorítani ezeknek az elkövetőknek a számát, és azt kell mondjam egyébként, hogy 2012-ben például országosan emelkedik az idős sértettek száma, még pedig egy elég nagy 15%-os arányjal, míg megyénkben nincsen ilyen növekedés. Tehát én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy itt a megyében azért az idősek, én azt gondolom, hogy biztonságban vannak, mert nálunk nincsen ilyen számnövekedés, ami egyébként országosan mutatkozik. Tehát mi a leggyakoribb módszer? Először erről szeretnék beszélni. Hát úgynevezett trükkös lopásokról beszélünk. Ugye ennek az a módja, hogy az a lényege, hogy ezek az elkövetők megpróbálnak valamilyen módon bejutni az idős ember lakásába, házába. Ehhez kell valamilyen mese, valamilyen trükk, amit ők előadnak, és bemennek a lakásba, házba. Kell egy következő trükk, amivel kiderítik, hogy hol tartja az illető a pénzét. Ezek az elkövetők nagyon pontosan tudják, hogy az idős emberek otthon tartják a kis megtakarításaikat, vagy legalábbis otthon is tartanak ékszert, készpénzt, tehát valamilyen értéket fognak találni, ehhez is egy trükköt vetnek be. Hogyan jutnak be a lakásba? Ugye az első dolog, látszik a képen is, hogy nagyon gyakori ez a módszer, hogy valamilyen szolgáltató emberének adják ki magukat. Vízóra leolvasó, gázóra, villanyóra leolvasó, tehát valamilyen ilyen szolgáltatóként próbálnak bejutni. Aztán nagyon sokszor mondják azt, hogy hoztam önnek visszatérítést, mert többet tetszett fizetni, mint amennyit kellett volna. 5000 forint visszatérítés jár, de nekem csak 20 000-esen van, úgyhogy tessék nekem felváltani ezt a 20 000-est. Hát mire irányul ez a trükk? Arra, ugye, hogyha fel kell váltani a pénzt, akkor oda kell menni, ahol a pénzt tartom, kiveszem a kis konyhakredencből, ágyneműtartóból, a porcelánból, és így tovább ezek a spájzból, ezek a leggyakoribb helyek, amiket az elkövetők egyébként pontosan tudnak, de azzal, hogy oda megyek pénzt váltani, már megmutattam, hogy hol tartom a pénzemet, innentől már csak egy kis figyelemelterelés kell, és már is az elkövetőknél van a pénz. Úgyhogy ez a módszernek a lényege, tehát a bejutás valamilyen mesével, megmutassuk, hogy hol van a pénz, és utána pedig nekik már könnyű dolguk van. Tehát ezek a módszerek erre irányulnak. Mondtam, hogy leggyakoribb az a szolgáltatónak kiadni magát, aztán elég gyakori a segítségkérés. Most is a napokban történt egy ilyen, kér egy pohár vizet, mert rosszul van az illető. Hát a jószívű ember mit csinál? Hát beengedi, ad neki egy pohár vizet, aztán
innen is már csak az előző dolgot ismételhetném, hogy eltereli a figyelmünket az illető, és már megvan a baj. Van egy úgynevezett unoka trükk is, ami megint csak elég gyakori. Ez pedig az, hogy valahol kifigyelik, kihallgatják, illetve esetleg távoli ismerettségből tudják, hogy az unokájukat hogy hívják, mit szokott csinálni, és erre hivatkozva jön egy telefon, hogy a Józsi gyerek összetörte a motort, mert már megint gyors hajtott, és kellene a mamától 200 000 forint, hogy a motort megcsináltassa. Hát mama kétségbe esik, hogy úristen, szegény gyerek, és mondják telefonban, hogy egy óra múlva megy egy barátom, mama adjál neki 200 000 forintot. No, jön is a barát, mama odaadja a 200 000-et, és másnap kiderül, hogy semmi köze unokához. Ez is egy átverés volt, ez az úgynevezett unokatrükknek hívott dolog. Hát mit gondolnak, honnan derítik ki, hogy önöknek hogy hívják az unokáját, mit csinál az a büdös kölök? Valahol kihallgatják, de vajon hol beszél az ember ilyeneket? Boltban, aztán internet, igen, most már a nagyik is Facebookoznak, meg a nagypapák, úgyhogy a Facebook is egy olyan hely, meg az internet, ahol ezeket ki lehet deríteni, és a legveszélyesebb hely az az orvosi rendelő, hogy sokat kell várni, az ember sokat ül, és elmeséli az életet A-tól Z-ig, beleértve Józsi gyereket is, mint unokát. Tehát ilyenkor van az, hogy valaki oda leül, és nem kell semmi más csinálnia, csak hallgatnia, hogy mit tetszenek mondani. Hát ezért mondjuk, hogy olyan helyen, ahol ismeretlenek között vannak, ne tessenek a családról beszélni. Voltam múltkor egy eset, buszra vártam. És oda jött hozzám egy néni, és megkérdezte, hogy mikor megy a következő busz, és megmondtam. És hát körülbelül utána 2 percben, amíg megérkezett a busz, mindent elmondott. Megtudtam, hogy mikor megy el otthonról, mikor nincs otthon, mikor megy a unokájához, hol lakik az unokája, a gyereke külföldön dolgozik, hol dolgozik külföldön. Nem kérdeztem semmit, és hát persze utána bemutatkoztam, és mondtam, hogy hát ezt nagyon nem kéne, hogy idegennek ilyesmit tetszik elmesélni. Tehát innen, ezek az elkövetők, az ilyen boltban, orvosi rendelőben, buszmegállóban és Facebookon begyűjtik ezeket az információkat, tehát ezekkel is azért vigyázni kell. Jó, nagyon nehéz egyébként ezeket az elkövetőket felderíteni, mert ezek nagyrészt utazó bűnözők, csak egy pillanatra jelennek meg. Én sem biztos, hogy tudnék pontos személyleírást adni valakiről, főleg nem egy olyan idős ember, aki nem is tudja úgy megjegyezni a dolgokat, tehát nagyon nehéz ezeket megfogni. És most játszanánk egy picikét. Következő dián egy nagyon kedves kolléganőm látszik, én egy elszámolok 10-ig, és addig mutatom a képet, és személyleírást kellene róla adni. Jó, játszunk egy ilyet. Akkor mutatom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aki bújt, aki nem. No, ki vállalkozna, hogy leírja nekünk a hölgyeményt? Valami Sherlock Holmes beütése rendelkező. Milyen haja volt? Sötét, igen? Sötét barna. Igen. 18-20 éves, igen. Igen. Aha. Kis karikalábú. Jó. És volt egy szemölcse nyakán. Aha. Igen? Aha. Na nézzük. Van-e szemölcse nyakán? Kezdjük ott. Nincs. 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 Az nyak, bizony, nem szemölcs, nyaklánc, nem mindegy. Igen, hosszú barna haj, póló, napszemüveg. Így van. 18-20 évesnek néztek. Elárulom, kicsit idősebb, de nem sokkal, egy picikért.
Jó? Tehát ebből is látszik, hogy nagyon-nagyon nehéz személyleírást adni valakiről, főleg, hogyha nem is figyeljük meg annyira, most ugye azt mondtam, hogy jól figyeljük meg, de most találkozunk valakivel, hát nem biztos, hogy annyira megfigyeljük, még így is nehéz. No. Igen. Azért mondtam, hogy ezt használja ki az elkövetők, hogy az ember ilyenkor menne. Például, igen. Jó, tehát ezek voltak a trükkös lopások, majd mindjárt fogok körbeadni szóróanyagot erre. Ez itt nem azért lukas, mert ez így spóroltunk a papírra, hanem kilincsre fel lehet akasztani, ez egy ilyen kilincsre akasztható karton, amin három olyan tanácsunk van, amit hogyha megtetszenek fogadni, akkor jó eséllyel a trükkös lopásokat meg lehet úszni. Az egyik, hogy a bejárati ajtóra vigyázni tetszenek, mondjuk egy láncot rászerelve, és nem beengedve az idegent. Ez egy nagyon jó megoldás. Az otthon lévő értékeket azt javasoljuk, hogy széfben tessenek tartani. A széfet meg jól le kell csavarozni valahova. Tehát, hogyha aranyat meg a pénzt berakom egy széfbe, és kirakom az asztal közepére, az nem jó módszer, hanem valahol rejtett helyen, vagy padlóba, vagy falba csavarozva kell ezeket a széfeket tartani. És ami nagyon-nagyon fontos, amiről már beszéltünk, hogy idegen előtt ne tessenek beszélni. Jó kis baráti kör van, úgyhogy én azt gondolom, itt bőven meg lehet sok mindent beszélni. A hátoldalán pedig fel lehet írni a szolgáltatóknak a telefonszámát, megbízható rokon ismerőszámát, illetve a közismert segítségkérő telefonszámok vannak még rajta, a rendőrség, tűzoltók, mentők, és az áldozatsegítő szolgálat, akikről majd egy picikét fogok beszélni. Jó, tehát trükkös lopásokról ennyit. A másik dolog, ami hát előferdül, ez a betöréses lopás. Lakóházak, üdülők, mellékhelyiségekben egyaránt szoktak bemenni. Ezeknek az elkövetési ideje általában a nappali órák. És jellemzően a háznak, lakásnak a kevésbé védett részén próbálnak bejutni. Hát hol van a leggyengébb pontja egy háznak? Mit tetszenek gondolni? Kert felől a ablakok, erkélyajtó, a nem megfelelő bejárati ajtó, ezek mind-mind olyan kritikus pontok, ami egy elkövető számára hát vonzerő lehet. Leggyakoribb módszereket is tetszenek látni, a hengerzátörés, fúrás, de leggyakoribb egyébként az ajtó és ablak befeszítés. Tehát egy régi, rossz ajtó, ablakot nem tart sokba befeszíteni, tehát ez a leggyakoribb. Hogyan lehet ezek ellen védekezni? Hát nagyon fontos a korszerű nyílászároknak a használata. Ezek a több ponton záródó bejárati ajtók és erős anyagból készült ajtók nagyon jók. Erős zárakra van szükség. A bejárati ajtón ugye széles látókörű optikai kitekintő fontos, tehát főleg a tömb lakásokban, de egyébként családi házaknál sem árt, hogy kinézzünk és látjuk, hogy ki áll az ajtó előtt, ez nagyon fontos. Nagyon fontos még a világítás, tehát vannak már a mozgásérzékelővel ellátott lámpák, egy-egy ilyennek az elhelyezése akár a kert felé, a bejárati ajtónál, ez is nagyon-nagyon sokat tud segíteni, mert ugye a megfelelő világítás sötétben fontos. És nagyon tudom ajánlani, főleg tömbházakban, hogy a névtáblára, amikor kiírják a nevet, még véletlenül se jusson olyat, eszükbe olyat használni, hogy doktor Nagy Gábor, vagy özvegy Tóth Csabáné, tehát ezeket kerüljük. Mire utalnak ezek a mire utalhatnak egy elkövetőnek ezek a információk? Hát, ha doktor, akkor biztos jól keres, van otthon érték. Hogyha özvegy, akkor meg egyedül van. Hogyha meg valamilyen né, és még özvegy is, akkor meg egy egyedül élő hölgyről van szó. Megint csak az elkövetőnek könnyű lehet. Tehát én azt javaslom, hogy csak vezetéknevet tessenek kiírni a névtáblára, Szabó, Nagy, nem tudom én, ebből a postás már bőven tudja meg, bárki tudja, hogy kiről van szó, de nem látjuk el ilyen plusz információkkal azokat, akiket ez nem illet. Tehát doktor, özvegy, és ezeket jobb, hogyha kerüljük.
Beszéltünk már a széfről, itt is látható egy ilyen széf. Hát barkács áruházakban, nagyobb áruházakban hozzá lehet már jutni egy-egy ilyen széfhez, és azt kell, hogy mondjam, hogy az idősek bizony elég nagy értékeket tárolnak otthon, úgyhogy mindenképp javaslom, hogy egy pár ezer forintos széf megér annyit, hogy a jóval nagyobb értékeket meg fogja tudni védeni. Hát azért, igen, előfordulhat, azért mondtam, hogy ezeket érdemes erős csavarral, benne is van egyébként a használati útmutatójukban, hogy vagy a falhoz, vagy a padlóhoz jól le kell csavarozni. Egyébként nincs olyan módszer, amivel biztosan 100%-osan meg tudnánk védeni az értékeinket, de van egy ilyen felmérés, ami azt mutatja, hogy az elkövetőt 5 percig vissza tudjuk tartani, 5 percig, akkor már nem fogja megkockáztatni. Tehát látja, hogy van egy erős bejárati ajtó. Ne adj Isten, van riasztó, és még az értékek széfben vannak, akkor fejveszve fog menekülni, mert nem érdemes neki megpróbálni, mert kockáztatja a lebukást. 5 perc az az idő, az a kritikus idő, amíg ha vissza tudunk tartani egy elkövetőt ezektől a cselekményektől, akkor már jó eséllyel meg tudjuk védeni az értékeinket. Tehát néztük mi is, hogy azokban az ügyekben, ahol megpróbáltak bejutni lakásokba, de kísérlet maradt, tehát nem tudták befejezni, ott mind ezek a dolgok megvoltak. Tehát erős nyílászárók, riasztórendszer és vagy széf. Tehát ezzel a hárommal kombinálva már jó eséllyel azért meg tudjuk védeni az értékeket. Ugye ez is, hát mostanában talán már nem annyira divat, de régen bizony az volt, hogy hol tartották a bejárati ajtóhoz a kulcsot, tehát a virágcserép alatt, meg a lábtörlő alatt, meg a ajtó fölött a szege. Tehát ez most már véletlenül se jusson eszünkbe, hogy ezt így tartsuk, mert nagyon kockázatos, ezt inkább felejtsük el. Még további javaslataim lennének. Ezeket is, ezek olyan olcsóbb berendezések, jelzőberendezések, amelyeket tényleg nem túl drágán meg lehet vásárolni. Ezeket is nagyobb áruházakba, barkács áruházakba be lehet szerezni. Például a jobb szélen ez az ék alakú valami, ez egy elektronikus ajtóéknek nevezett kis kütyű, elemmel működik, és az ajtó elé le lehet tenni, és amikor valaki rányitja az ajtót, akkor visít égtelenül, tehát arra aztán a harmadik szomszéd is felébred, azt teljesen biztos, de remélhetőleg az elkövető meg annyira megijed, hogy fejveszbe menekül, tehát éles, erős hangja van. Ki lehet kapcsolni, amikor nem kell, el lehet rakni, de mondjuk éjszaka bekapcsolom, odarakom, aztán hadd visítson, hogyha ne adj Isten, valaki megpróbálna bejönni. Lent alul középen ez egy olyan kis szerkezet, amit ablakra lehet szerelni. Ablak egyik szárnyára kell az egyik felét, a másik kis hosszú kását a másik felére, és amikor a nyitást érzékeli, tehát megpróbálja valaki az ajtót, ablakot kinyitni, akkor ez a két kis rész elmozdul egymástól, és akkor jelez ez a berendezés, ez is visít. Bal oldalon, hát nem nagyon látszik, de vannak különböző mozgásérzékelő riasztók. Hát ez az embernek a pénztárcájától függ egyébként, hogy megvesz egy-egy ilyen egyszerűbb szerkezetet a barkácsáruházakban, vagy pedig amik igazán jó védelmet jelentenek, azok azért a vagyonvédelmi cégeknek a komoly riasztó berendezései. Hát azokban tényleg pénztárcától függ, hogy milyen minőségű, mennyire riasztó, hány darabos riasztórendszert építünk ki. Ez mindenkinek saját döntése. Hát lakásokról már sokat beszéltünk, házakról. Személy elleni erőszak esetében beszélünk rablásról, tehát amikor valakit megtámadnak, vagy megfenyegetnek, tehát valamilyen erőszakot alkalmaznak, akkor rablásról van szó. Ezt szokták egyébként keverni, a tévében is mindig hallunk mindenfélét, hogy kirabolták a nem tudom én kicsodát, aztán közben csak ellopták a pénztárcáját, úgyhogy észre sem vette. Tehát a rablás az akkor van, amikor valamilyen erőszak, fenyegetés, vagy tényleg valamilyen kényszerítés, vagy testi erőszak történik. Hát idősek ebből a szempontból is azt kell mondanom, hogy kicsit védtelenek, mert
egyedül, sötétben, kietlen helyen. Én azt javaslom, hogy inkább próbáljanak nem nagyon jönni-menni, főleg nem egyedül, és azért így is sok mindent meg tudunk előzni. És fontos, ugye, hogy a táskát magunkhoz szorítva tartsuk. Most erre megint csak tudok ajánlani, van egy olyan kis kutyuke, azt is meg lehet venni, egy pici kis szerkezet, egy kis madzaggal a végén. Ezt a táskához lehet kötni, és nehogy Isten valaki megpróbálná kitépni a kezünkből a táskát, ennek a másik végét fogva kihúzódik a zsinór, és ez is nagyon-nagyon tud visítani. Hát ez egy ilyen kis pici szerkezet, tehát ezt is tudom ajánlani. Jó, de hát a legjobb megelőzés egyébként az, hogy egyedül, ha nem muszáj, sötétben főleg ne nagyon mászkáljunk. Hát nagyon fontos a készpénzvédelem, és most már mindenkinek bankkártyája van, számlára érkezik a nyugdíj, mindenféle pénz, és hát bizony a bankkártyával is meg kell barátkozni. A saját édesapámról tudom, hogy hát elég nehezen megy neki is, mindig segítség kell, de hát muszáj, mert a bank a rendszer fejlődik, meg a készpénz visszaszorul. Azért mondom, hogy nagyon fontos, hogy a bankkártyával, például a PIN kódot ne tartsuk egy helyen. Nehogy elfelejtsük, jól ráírjuk, hát az nem jó megoldás, tehát valami más megoldást kell találni, mert ha valaki elviszi a táskát, a pénztárcát, és ott a PIN kód a bankkártyán, nem tart sem eddig levenni a pénzt a bankkártyáról. Tehát mindig legyen külön a PIN kód és külön a kártya. Előfordult már olyan is, hogy nagyobb összegű készpénzt vettek fel idősek, és ezt kifigyelték a bankban, követték őket, és úgy vették el az értékeiket. Sajnos több ilyen eset is történt. Erre is azt tudom ajánlani, hogy úgy vegyünk fel pénzt, hogy ne lássa senki, hogy mennyi pénzt veszünk ki. Tehát például bankautomatánál mindig úgy álljunk, hogy ne lássák, hogy hogy veszük ki a pénzt. Mondjuk itt lenne az automat, akkor így jól elé kell állni, hogy senki ne tudjon rálátni. Illetve nem ott számolgatni a pénzt, hogy rendesen kiadta-e az automata, hanem máshol kell ezt megtennünk. Jó? Az bizonyára tetszenek tudni, hogyha nehogy Isten, mégis ellopják a bankkártyát, akkor megvan az a minden banknak az a telefonszám, ahol le lehet tiltani a bankkártyát, és akkor nem tudnak vele pénzt felvenni. És egy újfajta bűnmegelőzési ágról pár szót, amit úgy hívunk, hogy építészeti bűnmegelőzés. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy a helyi közösségek erejével, hogy egymásnak segítünk, azon túl ez még egy nagyon-nagyon fontos módszer arra, hogy egy környéket biztonságossá tegyünk. Hogyha valahol csökkentjük az átmenő forgalmat, például zsákutcákat alakítanak ki, vagy olyan növényzetet helyezünk el, ami nem túl magas növényzet, átlátható, ha tisztán tartjuk a területet például, tehát nincs szemét eldobálva, nincsenek graffitik a falakon, nincsenek betört ablakok, akkor már sokkal biztonságosabb egy környék, és ezekkel a módszerekkel is nagyon-nagyon jól lehet egy környéket biztonságossá tenni. És ha mégis megtörtént a baj, hát akkor ugye mindenki a rendőrséget ismeri, a 107 és a 112 telefonszámmal lehet segítséget kérni. Most alakítják át egyébként az egységes segélyhívó rendszer alakult, tehát lassan a 112 fog megmaradni, de még sokáig a 107-es is a rendőrségen csörög. Illetve említettem, hogy a pályázatban is partnerek vagyunk az áldozatsegítő szolgálattal. Ők azok, akik segítséget tudnak nyújtani. Mikor tehát valaki bejön hozzánk a rendőrségre és feljelentést tesz, akkor a kollégáim mindig elmondják, hogy az áldozatsegítő szolgálat hol elérhető, miben tudnak segíteni, és hogy hogyan lehet őket megtalálni. Hát ezeket mind, miket tudnak, például jogi segítséget tudnak nyújtani, és ami nagyon-nagyon fontos egy ilyen krízis helyzetben, mondjuk mikor valakinek az összes nyugdíját elviszik hónap elején, akkor azonnali pénzügyi segítséget tudnak adni, egy azonnali pénzügyi segélyt, ami a megélhetést egy ilyen esetben biztosítani tudja. Tehát ez egy nagyon jó dolog.
Adásidőnk végén magam és munkatársaim nevében megköszönöm, hogy az elmúlt néhány percet velünk töltötték. Szép hetet kívánva búcsúzom, viszontlátásra!